Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Krisztián itt egy sört fog kinyitni. Elmondtad. Kinyílt a sör, és el is kezdjük ezzel a Pécs Underground Electronic Podcastnek a harmadik adását. Sziasztok, én István vagyok, és a mai vendégem Steiner Krisztián. Sziasztok! Szia, Krisztián! Krisztián vagyok. Krisztián mondjuk úgy, hogy DJ, és alkotó, mert zeneszer készítésben is, amennyire tudom, vett részt, és parti arc, és parti szervező. És hát aki ismeri a pécsi goa szcénát, a pécsi goásokat, azok számára szerintem egy fogalom, Krisztián. Ugye? Hát nem tudom, kérdezd meg őket. Nincsenek itt, véletlenül. Úgyhogy rá is. Nem válaszolt senki, nem biztos, hogy így. Majd kommentben. Rá is térek az első kérdésemre. Uh-huh. Az lenne az első kérdés, Krisztián, hogy ha azokat a kifejezéseket hallod, mint például, hogy Pécs Underground, elektronikus zene, Dante, kino, TV-torony, Malomvölgy, Remeterét, FPT, ártalomcsökkentő fesztivál, Plan 9 Fesztivál, Publikum Rádió, GFM és Periscope Rádió. Ha ezeket hallod, akkor milyen asszociációid vannak? Mik jutnak eszedbe elsőre? Hát ezek egy helyszínek, ahol emberek jelen voltak. Zenés rendezvények helyszíneit soroltad föl. Igazából elsősorban ez jut eszembe. Vagy mire gondolsz ezen kívül? Hát néha vissza fogok kérdezni, saját, ez izgalmas lesz. Nyugodtan, nyugodtan. Saját személyes élményeid ezekkel a helyekkel kapcsolatban, vagy ami hangulat akár, vagy... Most az a helyzet, hogy ki kellene választanom konkrétan helyeket, uh-huh. és akkor milyen tapasztalatok voltak. Tehát így... De csak ennyi eszedbe, hogy... Emberek, barátok, zene, party. Uh-huh. Tehát most konkrét lenne a kérdés, tudod, hogy ki választaná valamit a sok közül, akkor így jó, könnyebb lenne, mert így nagyon hát azért sok ugye, mindenről van szó. Azért lett felsorolva meg még van egy ennyire csomó ezen kívül is. Azért lett felsorolva ennyire sok minden, uh-huh. mert hogy ezek voltak a Pécs Undergroundnak ugye ilyen ikonikus helyszínei, és akkor próbáltam. Sőt, mondhatnám, hogy többek között. Igen, mert most még ezeken kívül is lehet mondani nyilván. Próbáltam összeszedni a gondolataimat, mielőtt jöttem ide, uh-huh. és akkor jöttem el, hogy mennyi minden volt. Tehát milyen, akkor úgy is megfogalmazhatom, hogy milyen benyomásaid vannak, hogyha... Ha ezeket meghallod. Általában pozitív benyomásaim vannak, mivel ezek parti helyszínek uh-huh. voltak. Az ember szórakozni, a barátokkal találkozni, zenét hallgatni, akár zenélni, vagy mi szerveztük a bulikat. Uh-huh. Tehát általában pozitív tapasztalatok. De hát sok minden olyan tényező van, ami negatív irányba vihet egy szervezést, vagy egy jelenlétet egy partin. Most ezt is sorolhatnánk, hogy milyen negatív dolgok lehetnek, de általában nem ezért megy oda az ember. Uh-huh. És akkor neked, te ugye voltál parti szervező is, ha jól tudom, meg parti arc is. Hát persze, ez így minden. Vagy zenéltem is bulikon. De beszélhetsz egyébként, igazából itt így bármiről lehet negatív dolog mi volt? Vagy amit mondjuk... Ja, hát mi lehet egy bulin, érted? Én nem szerveztem partit, úgyhogy nem tudom. A szervezésben is lehetnek problémák, vagy hiányosságok, vagy a különböző emberekkel lehetnek problémák egy partin. Uh-huh. Akárha csak parti arcként vagy jelen, uh-huh. vagy sorolhatnak. De neked szervezőként? Jó, ezek most nagyon általános. Buli szervezőként voltak meg? Nagyon sok. Én persze, hát ilyen undergroundban főleg ez jellemző, uh-huh. hogy kicsit hátrányos helyzetű helyszíneken szervezünk dolgokat. Az mit jelent? Bocsánat, az mit jelent? Vagy bocsánat, mit jelent az, hogy hátrányos helyzetű? Hát, hogy sokszor mondjuk a technikailag nem vagyunk eléggé felkészültek, uh-huh. vagy a helyszín szempontjából lehet mondjuk nem hivatalos, lehet, hogy illegál, vagy, uh-huh. vagy nem tisztázott a hivatalosság egy helyszínnek. Technikai szempontból is lehetnek hiányosságok, uh-huh. hogy most éppen összeszedünk egy kisebb bulira a cuccokat, és akkor mindenki beledobja, ami van közös. És akkor valaki elfelejtett valamit, és vissza kell menni érte,
vagy meg kell szerezni valamit, ami nem jött össze. Tehát az underground wrestling nagyon jellemző, és nagyon sok ilyen volt, és sorolhatnék. Igazából nem is jut eszembe semmi konkrétum, mert annyi volt, hogy elvész az erdőben a fa, vagy nem is tudom, hogy szokták mondani. Lehet, hogy ez ilyesmi, hogy egy fát nem tudok kiválasztani az erdőből. De nagyon sok hülyeség volt, meg érdekes dolog, ami ilyen problémás eset. De megéri, nem? És ebből eredően, hogy mint underground egy ilyen kicsit összecsapott dolog sok esetben, kis partik világa, ahol akár a pénz is kevés a háttérben, akkor az abból eredő pénz sem igazán. De jó, nem is ez a célja persze. Igen. A dolognak. Jó. És általában erről szólt, hogy összedobja mindenki, ami éppen van. Már azok, akik éppen szervezőként vannak jelen, nem úgy értem, hogy a partira jövő embereknek is össze kell dobniuk valamit. Sok esetben ez nem így van. Aha. Na jó. Tényleg én nagyon kíváncsi vagyok, mert csak ilyen félig meddig tudom ezeket a dolgokat veled kapcsolatban, hogy te személy szerint egyrészt hogyan kerültél kapcsolatba az magával az elektronikus zenével, és az azt körülvevő szubkultúrával, és hogy az első buli élményeidről, hogyha egy kicsit mesélnél, ami itt Pécsen a Pécsi Underground elektronikus zenés bulikon volt, hogy erről egy kicsit létszi, akkor beszélj, mesélj, mert hát ez nagyon érdekes. Ja, erről sok mindent lehet mesélni. Akkor mondj sok mindent. Jó, hát arra emlékszem, kisgyerekként nyomkodtam anyámnak az orsós magnóját, volt ilyen szalagos magnója, és akkor különböző ilyen sláger zenéket hallgattam rajta, hát mert az volt rajta éppen a szalagon. Meg általános iskolában siettem haza, hogy a kívánságműsorból felvehessek. Volt egy kívánságműsor rádióban, már nem tudom, ki vezette, talán Bétót László. De akkor és diszkó, meg italo diszkó, szinti pop, meg különböző slágerek voltak. Aha. És ott már felfigyeltem az elektronikus hangzásra, ez megfogott. Akár a Modern Talking, Sherry Sherry Lady, elhallgatta az ének, és akkor és azt ez milyen hangszer. De nem pufogott csak simán a dob, meg a gitár püntyögött ott, hanem valami elektronikus érdekesség volt. És ez már furcsa volt számomra, vagy nem furcsa, és érdekesség. És ez akkor egy gyerekkorod. Ja, most ezeket emelném ki, de hát nagyon sok mindent ki lehetne még ezen kívül emelni. Tehát érdekes, hogy ez akkor a zenebutik a tévében. Ez akkor egy ilyen 80-as évek körülbelül? Akkor meg időben? 80-as évek, ugye? Persze. Juhász előd műsor a zenebutik. Igen, arra még én is emlékszem. Egyszerűen az Art of Noise-nek egy klipjét láttam benne, és akkor is felfigyeltem, hogy a fazon ott nyomogat valamit, és akkor mik ezek a furcsa hangok? Az is nagyon tetszett. A diszkó zenék között. Én soha nem voltam annyira rajta a rock, meg a konkrét hangszeres zenéken. Mert amikor megismertem, majd komolyabban elmélyültem a zenehallgatásban, akkor már leginkább az elektronika fogott meg. És akkoriban volt egy barátom, egy Zoli nevű srác, aki idősebb volt nálam, ő gyűjtött lemezeket, kazettákat, akkor még CD-ket nem, 80-as években, és ő mutatott például nagyon sokféle zenét, előadókat, amiket már ismertem is nagy részt. Jean-Michel Jarre-tól, Vangelisen keresztül, Tangerine Dream, nem akarok senki, Kitaro nevű ilyen japán ambient, vagy ilyen New Age zene elő, a Gandalf volt egy ilyen előadó is, egy osztrák, és akkor ezek a zenék is megérintettek, megismertem őket. Hát, vagy mit lehetne még erről mesélni? 80-as évek kazetták haveroktól, vagy cserélgetések, vagy zenék átmásolása. Bulik? Azok hogy kezdődtek? Hát a bulik a 80-as években nálam még nem kezdődtek. Meg akkor de én soha később se volt, kezdődtek, mert én nem voltam diszkóba járó fajta. De nem tudom, hogy ilyen elektronikus zenés underground bulik 80-as években talán még nem is voltak Magyarországon. Nem tudok róla. Hozzánk. Angliában volt, ahogy, azt tudom. Ahogy kötik valami
Nem tudom pontosan ki. Na mindegy, ezt adjuk is. Na, de akkor 90-es években. Nálad, mondjuk akkor valami. A 90-es években, akkor milyen volt az első ilyen buli élmény? És akkor hogy jutott el? A 80-as évek közepén már rajta voltam ezeken az elektronikus dolgokon. De főleg a meditatív része. Mert talán az jutott el, ez a Vangelis-es, Jean-Michel Jarre-os vonal. Nagy természetrajongó voltam, tehát kirándultam meg. És akkor ez a kettő így összeadódott bennem, a szép zene meg a természet, és akkor szerettem kirándulni. Nem is érintett meg annyira a commerce zenei világ talán. Aztán a 80-as évek végén jött ez a house-os dolog a televízió által talán. Akkor még nem volt, ha jól tudom, 90-es években jött a kábel televízió. Hát nálunk emlékeim szerint a kábel tévé az a 90-es évek második felébe kezdődött valami. Második, szerintem az első. Nem, az MTV a, meg a az Viva. Hát de az MTV, a Viva meg az E-Plus az a 90-es évek második felébe. Igen, az, akkor, akkor indultak. Én emlékszem rá, vagy közepe. Vagy 94, 95. A Top TV, igen, meg igen, ezek, leginkább. Az 95-96, valahogy így indult. Én így emlékszem legalábbis. De hogy nálad az első, amikor mennyire emlékszel az első buliaidra, amikre elmentél itt Pécs környékén, vagy Pécsen ilyen zenei? Hát nem sokára jön. Akkor várj, akkor beszéljünk arról, hogy 90-ben vettem az első CD-met. Igen, igen. Ami az Kraftwerk Mix. Aha. Mix, az volt a címe, The Mix, és akkor Kraftwerknek különböző szám, egy válogatás CD. Aha. Vásárba vettem, pécsi vásárba. Aha. Így kezdődött a CD korszakom, saját CD korszakom. Aztán leginkább akkor is ilyen Vangeliseket vásároltam, kitáró CD-ket. És akkor 91-92 körül jöttek a techno CD-k. Aha. Valahogy megismerem. Az első techno CD-m az 92-es volt. Emlékszel, hogy ezt azóta címe, hogy technóba és dupla válogatás volt. Arra emlékszel, hogy hogy találkoztál a technóval? Hát így, kazettákon keresztül. Tehát Bécset semmi nem volt. Ott nem találkozhattam. Budapesten nem rádió sem volt, gondolom. Sőt, Budapesten sem nagyon volt ez még akkor. Tehát, hogy hanghordozókon találkoztam a zenékkel. És akkor volt olyan haverom, akivel összejöttünk, megint cserélgettünk zenéket, és akkor... Aha. De hogy honnan szereztük? Hát egymástól, de hogy érdekes. Utána jött a játék, most már beindult a CD vásárlásos korszak 90-es évek elején, és akkor eléggé visszafogottam. Meg a kazetta. Ja, persze, hát a kazettáról is felejtkeztünk. 80-as években a kazettán voltak általában az embernek zenéi, meg lemezeken, mondjuk az kevésbé érdekelt engem. És a kazettákat vásároltam, vásárba is elkezdtem járni, és ott voltak ilyen lengyel kazetták, olcsóban ilyen hamisított kazettáknak hívták, és különböző albumokat kiadtak 100 forintért meg lehetett venni, és azokat is vásároltam, néha vettem eredetit. Utána, hát voltak Pécset CD üzletek. És bocsánat, ahol jártam, azt mondjam el, hogy melyikek voltak? Vagy ezek már nagyon ilyen... Inkább azt akartam megkérdezni, túl belemegyek a... Hogy volt esetleg azért valami közösség itt Pécsen, akik szerettétek mondjuk, olyan emberek, akik szerették az ilyen zenét, és akkor akikkel így összejártatok? Nem, akkor még nem volt. Akkor még semmi ilyesmi nem akkor, volt? Fia, akkor még parti se volt. Sőt, rádió sem, legalábbis amiben én részt vettem volna. Tehát akkor egyedül a kazettákon keresztül jutott. Persze, hanghordozók által. Aha. Arra mondjuk rájöttem, hogy szerettem mutogatni a zenéket emberek. Tehát, hogy így felhívok ide valakit a lakásba, és akkor megmutattam azt a zenét. És azt élvezem, hogy ő élvezi. Ez tök jó érzés volt. Valahogy itt indult az, hogy megmutatni másoknak ezeket a zenéket. Ilyen médiumi szerepet felvállalni, vagy mint... Hát később, mint DJ vagy parti szervező, tehát hogy embereknek adni. A médium az azt jelenti, tehát, hogy így köztes személyként az előadó és a hallgató között. Értem. És teljesen normál volt. Volt ez az Oli haverom, akihez jártunk, ott zenéket hallgattunk, akár még meditálni is próbáltunk zenét. De egyébként ahogy említetted, hogy a bulik nem voltak még, meg rádió sem, akkor nem. De akkor házi bulikban azért mondom, csak volt olyan, hogy akkor a
akik szerették ezt, ezeket a zenéket, azok így... Hát akkoriban nem. Nem igazán. Figyelj, csak ez még a 90-es évek elején. Igen. Voltak igen. olyan ismerőseim, akikkel beszélgettem és találkoztam, és már rajongtak ezekért a zenékért. Uh-huh. De az, amikor a buli korszak, az a 90-es évek közepétől igen. jött inkább. Igen. Volt egy ilyen előzménye a parti szervezésnek, hogy próbálkoztam ilyen különböző helyeken. Például egy ismerősöm szervezte a Femalapokat Kertvárosban. Aha. Volt egy ilyen nagy áruház. Emlékszem rá, én ott laktam közel hozzá. És a Femalapok arról szólt, hogy volt egy színpad, ott felléptek táncosok, meg énekesek, vagy produkciók, együttesek. A szünetekben mindig oda toltam nekik a 92-ben. Jó, az csak az egyik CD-n volt, az volt az első techno. Ilyen technoboy volt, dupla válogatás. Oda toltam a srácnak a hangtechnikusnak a CD-t, hogy rakja már be, és akkor a Femalap szünetében mindig... Lementek a technó. Nem mindig, amikor én ott voltam, hogy technó, meg ilyen. De akkor szólt technó is a Femalapokon. Persze. Wow. És akkor próbálkoztam így, utána elmentem a B-52, igen. az már 94 körül lehetett, uh-huh. volt az Orli nevű része, és ahol bocs, ilyen rév, kérdés, hogy a trendzenék ott milyen pár előadóra vagy ilyen zenére konkrétan emlékszel, ami ott esetleg ment ezeken a Femalapos? Ja, hogy milyen előadó? Aha, kb. Már, milyen technózenékre kell gondolni? Ja, a zenéimre? Hát amiket ott mondtad, hogy CD-n. Azt hittem, hogy amit konkrét előadók voltak, és arra gondolsz, amit én rakadtam be. Hát igen, azt. Hogy mi szólt a Femalapokon? Mik voltak rajta? Akkoriban milyen technózenéid voltak? Uh-huh. Most kell, hogy nem hoztam belőlük. Az könnyebb lett volna, nem tudtam, hogy ezt fel... a kérdés. Hát, nem emlékszem most nagyon azokra az előadókra, amik rajta voltak. Most próbálj én is felhúzni, kik lehettek akkor. Egyébként egyszerű lenne, megnéznénk interneten a Technoboy dupla válogatás, fönt van Discogson is. Azt reklámozom is mindenkinek, aki hallgat. Discogsot, azt nézzétek, az a világ legnagyobb ilyen diszkográfiai oldala igen. az interneten. Ott meg lehet találni különböző előadók albumait, leírás, hát egy kis leírás is van, és akkor albumok, igen. remixek, válogatáson megjelent zenék, a discogs.com. Bocs, Technoboy. Úgy van írva, hogy discogs.com. Technoboy volt a válogatás neve? Vagy igen, Technoboy. Jól értettem? Igen, és dupla válogatás. Aha, jó, akkor ezt majd lecsekkoljuk. Most komolyan, most hirtelen nem akarok megállni, hogy tudod, most egy fél percig gondolkodni, hogy milyen előadók voltak. Nem jut eszembe. Elkaptam a vonalat szerintem. Jó. Femalap, próbálkozás, odatolom a CD-t, igen. eljártam B-52 diszkóba, annak volt egy Ordi nevű része, mert több részből állt, és ott ilyen elektronikus, hát ott inkább ezek a trendszeres, house-os. Oda jártam én is, csak kicsit később, 97. És akkor ott is nyomogattam, oda a CD-ket, rakd be, ott nem nagyon sikerült. A DJ-n, ott meg nem nagyon sikerült. És nem akart annyira. Nem sikerült annyira, ott lemezjátszottak meg minden. Igen, ott Bakelitről ment. De azért megpróbáltam. Aha. És, de azt tetszett egyébként, ami ott ment a house részen? Hát úgy részben. Voltak ilyen révek, amik révnek nevezett akkori ilyen sláger valami. Uh-huh. Meg hardcore is talán, de nem vagyok benne biztos. Nekem inkább az volt a célom már akkor is, hogy az én zeném szóljon. Aha. Már nem a saját zeném, hanem az én hangkordozomról szól. És akkor volt ilyen próbálkozó, Waller Disco például, Waller ő egy régi pécsi DJ, uh-huh. 70-es években zenélt, és ő nyitott egy diszkót akkor a mai Amper helyén, közvetlenül ott volt, nem nagyon voltak emberek, én lementem, és akkor a DJ Blond nevű srácnak odatoltam a mindig a trance CD-imet, hogy rakja be. Uh-huh. És akkor jeleztem a nagy hangeren, hogy szól a zene, néha jöttek ismerősök is. Aha. Úgyhogy így kezdődött, hogy próbáltam lejátszatni a zenéimet hangkordozóimról, különböző emberekkel. Uh-huh. És egyszer csak jött egy váltás, nem emlékszem pontosan, hogy hogy jött, de megismerkedtem egy srácsal a Kertvárosba, és akkor valahogy... Itt már 90-esek közepén... Ja, várjunk, most jön az, hogy voltam egy buliba a gyárban, volt Pécsett egy igen, gyár nevű hely, a mostani Árkádnak a helyén volt a Cinderi utca, vele szemben a West Disco, ha jól emlékszem, és volt az Az gyár nevű hely, igen. Itt egy undergroundnak nevezhető ilyen
kocsma, vagy nem kocsma, mert volt egy nagy része. Szórakozó hely, igen, igen. És ott voltam egy Tortura nevű partin, ami szerintem egy pécsi szempontból egy nagyon jelentős, így az underground szempontból. Pont tegnap beszélgettem egy haverommal, igen? Pedroval, hogy ő járt is ezeken a bulikon. Én egyen voltam. Ilyen stroboszkópos, eszides, hardcore-os, dráma, hát vegyes volt, de leginkább az eszi. 95 körül, én úgy emlékszem erre. Tehát ez volt talán a legelső pécsi ilyen underground. Akkor ez nevezhető buli, a Tortura. Buli élményed, aha. Az gyárban, tehát a gyárban. És igen, igen, nem csak ez volt, de ez volt egy meghatározó. Jó, de most ez is egy igazi ilyen, egy ilyen füstös kis stroboszkópos, lepukkant és helyen, érte szólnak ezek az igazi elvontabb stílusú dolgok. Igen. És arra emlékszel, hogy esetleg ott kék zenéltek? Hú, nem. Erről beszéltünk pont a srácot tegnap, nem tudja ő se felidézni. Jó lenne utána nézni, de szerintem az Ákos, Kop, DJ Kop, ő már ott volt. Ezért mondtam, hogy a legelején talán ilyen úttörők voltunk ezekben a szervezésben, legelső bulik. És ez a Tortura volt a talán a legelső. És én utána 95. szeptemberében szerveztem meg az első bulimat. A Zólyom utcában, a Szipi diszkóban. 95. szeptember. Igen. Igen? Nem emlékszem, mikor volt. Szipi diszkó, Zólyom utca, az új vásárcsarnok helyén. Aha. Voltak ilyen kiüresedett üzemépületek, és ott volt egy kis diszkócska, és bementem lebeszélni, hogy csinálunk egy bulit. Aha. És volt egy haverom kertvárosban, nem emlékszem a nevére, Dr. Domestos néven zenélt. És nagy hardcore rajongó volt. Tehát, hogy ez a buli egy igazából hardcore-nak indult. És mennyien voltak? Nem sokan. Csak így lézengtek az emberek. Hát figyelj, akkor még furcsa volt az egész. Volt ez a Tortura, vagy Torture, nem tudom, angolul hogy ejtik egy Torture. Torture party. Magyarul Tortura. És akkoriban ez még nem volt egy kiforrott dolog. Szerintem így emberek hallottak, hogy ez van, az van, sőt, reklámozni sem nagyon lehetett. Nem volt internet, arra még külön beszélek mindjárt. És lebeszéltem a City Disco-ban. De egy ilyen lefukkant hely volt, egy üzemépület, tehát ne úgy képzeld el, hogy egy ilyen csili-vili diszkó. Persze. Ez na és én akkor dolgoztam életemben, először meg utoljára szinte. Három évig, 94-től 97-ig az ANTS-nél, és onnan hoztam ilyen fehér köppenyeket, meg gázmaszkokat. És gázmaszkba és fehér köppenybe léptünk fel, zenéltünk meg, ezek voltak a dekoráció. Tehát egy igazi ilyen hardcore-os technos. Te DJ-szettet nyomtál ott, vagy hogy csak mondtad, hogy zenéltünk? DJ-szettet, de CD-ről, nem is tudom, lehet, hogy kazettákról is tudtuk. Kazettás magnó meg CD lejátszó, de ez a normál. Aha. És fehér köppeny, gázmaszk. És az volt a címe, ez még egy érdekes, hogy kórház. Core. Hóse, kórház, kórház, és technogyógyászat, ez volt az a cím, kórház, technogyógyászat. Volt ennek valami visszhangja akkor? Fú, nem volt internet, tehát úgy, olyan nagy visszhangot nem tudom. Most már nagyon kötjük a visszhangot szerintem az internethez. Nem? Hát ott lehet a legkönnyebben találkozni vele, persze. Ja, mert hogy most hol lehetett volna visszhang, nem ordibált senki a Széchenyi téren. Hát csak hogy nem tudom, nem hallottad vissza valakitől, hogy fú, milyen, nem tudom, milyen buli volt ott, vagy hogy nem jöttek-e vissza ilyen visszajelzések. Hogy... Erre nem emlékszem. Mert... Na, ezek voltak az első 95 környékén, és szerintem sok... Ja, bocs, hogy beleszóltam. Nem. Innen datálják igen. Visszamenőleg még kiemelném a televízió műsorokat a 90-es évek elején. Okay. Mint ahogy az MTV, néztem a különböző videoklippeket, a Viva TV, ott az egyik kedvenc műsorom volt a Hausfrau című műsor. De bocsánat, techno house műsor. Az MTV-n is mentek már elektronikus zenés klippek? Persze, 90-es évek elején. Én voltak ilyen különböző chill zone, meg most nem jut eszembe minden. Éjszakánként is, meg voltak konkrét műsorok a Viván, mondom, ez a Hausfrau, ez egyik kedvencem volt. És vettem fel ilyen VHS kazettákra, videokazettára vettem fel videoklippeket, talán még meg is vannak valahol. Az akkori, tehát ezt így kiemeltem volna, ez is egy fontos pont volt.
az, hogy CD-ket vásárolgatni itt ott, meg kazettákat, meg cserélgetni egy-két haverral, akik szintén rajta voltak ezeken. Uh-huh. Hát érdekelte őket az a techno zenei akármi. Aha, aha. És a másik meg a televízióban a videoklip dolog, tehát hogy onnan lehetett még ismerkedni. Aha. Ezekkel az előadókkal, a médiával, na ez egy nagyon fontos, a Love Parade, amiket láttam, és ezek is megfogtak, hogy mik vannak, milyen rendezvény. Eleje is volt. Inkább eleje már? Az a Mayday, ha jól emlékszem, 92-93-ban indult, de ott közvetítéseket adtak ezekről. Aha, aha. És akkor nyomták az ütemeket, meg a sok ember, nagyon, és nagy hatásra volt ez is. Uh-huh. És akkor a Pécset mit csinál az ember? Hát először próbálja ezeket a zenéket hallgattatni másokkal, uh-huh. más DJ-k által, amik kommerszebb zenéket játszanak, de hát ez nem megy, utána elkezdte szervezni. És akkor így jött ez a tortúra, mint legelső szerintem, meg ez a kórház. Igen, kórház. Na, és ez talán ezeket tartjuk a legelsőnek. Ha valaki tud ennél régebbit, az arra kíváncsi lennék, mert nem tudok ennél. Vagy akkor volt-e valami? Még nem találkoztam vele. Hát a kommentbe írja meg, aki tud, mert én biztos, hogy nem tudok, mert én meg így 4-5 évvel később voltam az első pécsi elektronikus zenés bulimon, úgyhogy ez nekem. Tehát az is lényeg, hogy azért is datálhatjuk 95-re ezt, mivel utána 10 évvel a Rákban volt egy 10 éves elektronikus zenei rendezvény, vagy emlékrendezvény, hogy ez a 10 évnek a... Uh-huh. ünneplésére, mondhatom így. És utána 15 évvel később is volt egy a Pécsi Estkáféba 2010-ben. Uh-huh. Tehát, hogy kb. Erre datálják mások is ennek az elektronikus zenei Pécsnek az indulását. Uh-huh. És érdekes, hogy a magyarokat meg láttuk most, hogy lesz egy rendezvény való Budapesten, 94-től. Szerintem már előtte is voltak, egyértelmű, hogy előtte is voltak dolgok, de hogy miért pont? 94-től, és ma 30 éves ebben az évben végül is, akkor a igen. magyar elektronikus igen. Hát, hogy underground, vagy nem, hogy előtte is tudom, voltak, hogy a fene nevezi. Tudja, nem tudom. Uh-huh. De ez akkor, olyan reálisnak tűnik igen. szerintem ez a 30 akkor év. Most, ez, igazából most jön ez, amiről szól ez a műsor. Adás, műsor. Tehát az, hogy ezzel párhuzamosan, hogy meg volt az első buli, én összeismerkedtem emberekkel, és különböző diszkosokkal például, meg... Bocsánat, egy dolgot kérdeztetek. Goa itt még nem volt képben nálad? De azon a kórház partin, kórház, technógyógyászat témán, leginkább hardcore-ok mentek. A Domestos is a hardcore-on volt rajta, én is rajta voltam, meg a Hard Trance-en, ez a kettő volt az a vonal, amiket hallgattunk. És... Egy gólszámot azt hiszem már játszottam akkor. Aha. És most nem tudom elmondani melyik, egy francia előadó. De akkor talán nem ismertem ezek szerint a műfajt. Igen, valahol. Akkor már ismertem. Aha. Már vásárolgattam, és ez hogy jött ez a ezt akartam még, és azzal hogy ismerkedtél meg gólával, mert azért... Elkezdtem vásárolgattam hardtrance CD-ket, meg techno, meg acid CD-ket akkoriban. Uh-huh. És volt egy ilyen válogatás sorozat, hogy Rave Mission. És a Rave Missionen különböző előadók voltak, de leginkább a kommerszebb műfajokból, ilyen acid félék, trance-ecskék, hard trance. Mm-hmm. És akkor néha volt köztük egy-két előadó, amik ilyen furcsa hangzásúak voltak, mi ez? Ez teljesen más, nincs az a szét durogó dob, meg a... És olyan kis finomabb hangzásvilág. És akkor ez az előadó nem jut eszembe sajnos, meg a Doof, ha jól nem így ejtik, Doof, tudod. Aha. Volt rajta ez a Double Dragons Crystal Insurance Remix. És akkor felfigyeltem, hogy ez milyen mű... Egy Goa előadót kéne kitalálnunk? Ja, francia. És egy nagy klasszikus. Én, nekem a Goa ismereteim azok nem olyan széles körűek. Na mindegy, és az volt az első, amit mindegy. Lejátszottam. Aha. Akkor mondhatjuk, az volt az első szám, ami... Francia Goa előadó. Igen. Na, és a Rémisen akkor felfedeztem, hogy van más, nem csak ez az acid-es, hardtrance-es világ. És elkezdtem rákeresni ezekre a CD-boltokba. Uh-huh. És elkezdtem vásárolni más válogatást. Tantrance,
válogatások, Paz, Puz, Puz, igen, az megvan. Tehát Puz. És akkor ezeket vásárolgattam, itt Pécset, különböző helyek voltak, azt gondolom nem kell felsorolni, nem érdekes, hogy milyen CD üzletek voltak. De megjelentek a... Hívszékkel is beszélgettünk erről a... Megjelentek a CD üzletek. Volt a Jókai utca végén ott a... Mi volt a neve? MCD? Ja, volt olyan is. Volt, akkor volt... Az ABCD-ben is volt. ABCD is volt, CD. Az meg a Széchenyi téren volt, akkor én bakeliteket vettem a... Aha. Kereskedők házában. Ott is. Az MC-ben. Ja, ott is vásárolt. Úgyhogy hát mondom, te is akkor ezeket a helyeken vettem. Volt egy ismerősi. És akkor itt be lehetett szerezni Goa CD-ket is? Igen, ma megjelentek. Tehát sőt, akkor meg ezeket már lehetett kapni. Aha. Az tök jó, hogy már a 90-es években. Ja, és a közepén, 96-97 körül. És Goa Party, az Pécsen mikor volt először? Mindjárt mondom, eljutunk oda. Lehet, hogy lassan jutunk el, ahol akarunk. Ja, bocs. De várjál, most akkor azt még el akartam mondani, hogy mert így kezdtem, hogy embereket ismertem meg. És különböző csapatokkal elkezdtünk diszkózni is. Igen. Mellette, mert ilyen slágerév, meg hardcore kedvelők voltak a csapatban. És például a Kozár Mislenyben volt ez a Malibu diszkó, ott megismertem a DJ-t. És ment a diszkó. Akkor már ott volt egy ilyen Malibu diszkó nevű hely. Persze, aha, aha. 96 körül. Igen. És akkor ott is a diszkó végén, amikor már alig voltak, akkor én benyomtam a Goa meg az acid zenéket, aha, meg a techno számokat. És akkor haverokkal meg szerveztünk diszkókat. Aha. Például Hímesházán, Komlón, Siklóson, különböző nevelési központban. Aha. Ezekre sokan jártak? Ja, igen, mert ezek ilyen suli-buli-szerű ilyen diszkok voltak, aha, és akkor nyomtuk ott a slágerévet, az én meg a hardcore-t, meg az eszedet. Uh-huh. Sőt, Pécsbányatelepi kocsmában is csináltunk diszkot. Akkor volt egy... Úgyhogy, ja, ez egy érdekes volt, hogy akkor így próbáltam én legalábbis ezeket a zenei világokat. Most már nem úgy, hogy dugdosom oda a DJ-nek, hanem hogy diszkokon belül megvalósítani ezeknek a terjesztését. Uh-huh. És akkor közben, amikor már megvolt az első buli a Szipiben, a Zólyom utcában, 97-ben megszerveztem, erre emlékszem, a Rákban, a Koppal csináltunk, aha, egy ilyen vasárnapi zenélgetést. Én Goát játszottam, ő meg aztán mindenfélét, amit szokott, ilyen breakbeat, drum and bass, stb. És akkor ez ilyen sorozat volt, nem sok, volt néhány, de mondjuk kevés ember volt ott is. Akkor mondhatjuk azt, hogy ezek voltak az első Goa buliaid Pécsen, amiket szerveztél? Hát az is ilyen vegyes volt. Tehát az elején még nem is annyira Goa volt, érted? Aha, aha. Ja, de közben megjelent már a Goa is. Aha. Tehát ezt így nem lehet konkrétan Goának nevezni, Goa bulinak, de megjelent, mert vegyes bulik voltak. Aha. Leginkább. Az első Malomőr se Goa volt, hanem vegyes, nem tudom, hogy te voltál-e ott. Nem. Mindenféle DJ, aki nem, akkoriban még létezett. Erről egyszer beszélgettünk. Azért mondhatnám, hogy a Goa megjelent már az első bulin is, ezen, aha, a Szipi diszkós kórházban. Ja. Hogy valahogy megjelent, de hát nem mondhatjuk, hogy Goa, persze. Értem. Az Budapesten akkor már valószínűleg működött. Az ott már lehet. Úgy tudom, Olegék virágékkal indultak, uh-huh, 93-94 környékén, meg, uh-huh, lehet meg a Kenguru partig. Aha. Ja, erről olvastam, róluk is olvasgattam. Uh-huh. Hogy így, meg úgy, meg amúgy. Hm. És fel is mentem egyre, azt hiszem, 98-ban, 97-ben. Kenguru bulira, múzeum, Kriszteli múzeum kriptába. És arra mennyire emlékszel? Hogy? Hát erre a bulira. Hogy az milyen volt, meg nem tudom. Nem volt rossz. Figyelj, oda mentem. Csak azért egy ilyen kriszteli múzeum kriptának a... Mert hogy akkor ez egy ilyen korai Goa buli volt. És ugye fölmentél rá, hogy akkor, mert hogy ugye volt ez a kérdés, hogy legmeghatározóbb buli élmény, hogy akkor neked ez nem lehetséges, hogy ez egy ilyen első. Hát nem tudom, mit mondhatnék meghatározónak. Furcsa, mert milyen szempontból, érted, mert ott voltam, vagy mert nagy buli volt, vagy jelentős. Hát olyan hatással volt rá. Hát voltak olyanok, hogy voltam Marokkóban, ilyen sivatagpartin, tehát az is meghatározható lehetne. Persze. Azért, mert ott volt. De közben meg annál
nagyobb bulik, vagy olyan bulin is voltam, ami jobban tetszett. Nem, itt tehát, inkább én az élményre gondolok, hogy te a te saját szubjektív megélésed. Tehát, hogy te számodra ott átértél valami olyat, amit addig korábban egy buli se adott meg. Hát, hát ezt így nehéz megfogalmazni, erre nem tudok így választani. Uh-huh. Annyiféle volt, meg annyiféle buli, tehát így, ilyen nagyon meghatározó nem. Uh-huh. Amit így kiemelnék. Uh-huh. Vannak, amiket ki lehetne bizonyos szempontok alapján, de nem tudom. Csak hogy mégis az ember elkezd orientálódni ezeknek a buliknak az irányába, hogy akkor gondolom, hogy csak van valami különlegessége ezeknek, ami miatt ezt választja, és nem a, nem tudom, ilyen tucat diszkópartikat, meg tehát ad valami olyan... Ja, hogy a zenének a... A zene, az emberek, a hangulat... Persze, a zene hangulata. És azt hogy, fogod meg. És hogy ott... engem úgy is megfog ez a hangulat, hogy nincsenek emberek körülötte. Ettől függetlenül is. Érted, nem nincs szükségem arra, hogy emberek ugrjanak körülöttem meg, hogy... De ez is egy szép dolog, amikor lejátszhatsz embereknek, hogy szervezhetsz. Persze, mert most ugye bulikról beszélünk, ami egy ilyen közösségi élmény, ahol így együtt vagyunk, nem tudom, sokan, akárhányan, nem feltétlenül sokan, de hogy többen. Igen. Ezért le tudod fel így ezeket. A meghatározó nincs, azt nem emelnék ki semmit. Sem a rokon mint sem. Például meghatározó zenét sem emelnék ki. De mondjuk ez hogyha a... azt kérdezett, hogy milyen amit mondtál kellemes... amit mondtál az előbb, hogy fölmentél Pestre a Kisceli Múzeum? Ja, de ezt most ne is emeljük ennyire ki. Ez csak így eszembe jutott közben azóta volt. Ja. Az egy hát ilyen, csak gondoltam, megnézem a híres kenguru bulik egyikét. Érted, és arra emlékszel valamennyi? De annyira nem vágott tarkon, érted, hogy most... Úristen, mi történt? De akkor de már semmi, a is semmi más nem, semmi másra jól. Sem mondhatnám ezt. Semmi másra. Uh-huh. Meg volt egy ilyen saját világom, amit itt próbáltam képviselni. És az a durva, hogy nem csak a Goához kötődik, ez később kiderül. Uh-huh. Mert 97-től indult a rádiózás. Igen. Publikum rádióban. Igen. Ahol megint csak persze akkor még Goa műsorom volt, akkor indult 97-ben a Goázis. Goázis. Emlékszem. Akkor volt egy Elysium nevű ambient műsorom. Aha. Az ilyen görögökhöz kötődik, görög, mitől, nem tudom miért ezt választottam, kicsit erőltetett még nekem is, de hát mindegy, ezt adtam, biztos jó volt a hangzásra. Oda jutnak a görög hősök, hogyha megfelelően viselkedtek, mert az Istenek oda segít őket. Görögmennyország talán az Elysium. Na és akkor kezdődött a Publikum Rádiós korszak 97-től. Akkor még Goa meg ambient-tel, és akkor minél, hogy mentem át sorba mindenféle más stílusra. Uh-huh. Ez tartottán 2000-ig. 98-ban elindultak a Malomvölgyi bulik. Aha. Na az, hogy mi volt az előzménye, ez jó kérdés. Nekem az sőt, ha lehet, hogy Remeterét volt az első, nem emlékszem rá, mert Remeterétől is szerveztünk 98 nyarán egy partit. Nekem Malomvölgyben volt, ezt most csak így zárvajában mondom, az első Pécs Underground-os bulim. Vagy 98, vagy 99. Igen, 99. 99. Tehát akkor 97-ben elindult a rádió. Igen, Publikum Rádió. Egyébként a Publikum Rádió az is ki maga a rádió 97-ben indult. Nem, a Publikum Rádió az szinte akkor, mint a Tilos, ilyen 90-es évek elején, azt nem tudom, szubjektív vagy ex-szubjektív rádió néven később. És 97-ben már ment a Publikum, aztán megváltozott valamikor, ezt most pontosan nem tudom, hogy mikor változott Publikum már neve, talán nem tudom, 95-94 körül. 97-ben már Publikum volt, tehát ennek a múltja is érdekes, mert a Tilosig megy vissza, hogy Pécset már akkor is volt nagyjából hasonlóan ilyen kalóz, nem tudom, kalózrádiónak nevezhető, vagy csak így non-profitnak, hogy az mi volt. De a Publikum Rádió az egy ilyen non-profit rádió, bejelentett, hivatalos. Uh-huh. Voltak a pécsi estek, vagy esti Pécs, nem tudom már, voltak ilyen kis újságok akkoriban, ott volt az egész adásaben, adáslista, jó műsorokkal, beszélgetős zenei műsorok, kulturális műsorok. Úgyhogy ez volt a Publikum Rádió.
És akkor 98-ban jöttek az első, talán az első ilyen, mondhatom, ilyen szabadtéri bulik, Balonvölgy, Remeterét. Berg is benne volt a szervezésben Balonvölgyben. És arra emlékszem, hogy Remeteréten ott volt a Big, aki most halt meg, úgy tudom. Aha. Most csak így megemlítem érdekesként. Egy ilyen szegedi srác. Szenes klubban szerveztünk a 90-es évek második felében bulikat. Vagyis ilyen gólbuli volt, az már, azt már nevezhetem annak. Akkor fontos, hogy a Malomvölgyek azok vegyesek voltak. Különböző DJ-k zenéltek, drum and bass-től a technóig, mindenféle ment goáig. Tehát millennium partik voltak, mert közeledett a millennium, és akkor elneveztem millennium buliknak ezeket. Uh-huh. És az egy érdekesség, hogy nem volt internet, tehát úgy kellett megoldani a reklámot akkoriban, hogy plakátozni. Uh-huh. És úgy próbáltam szerezni támogatókat, fogtam magam, és különböző boltokba bementem, és mondtam, hogy fölkerülhetnek a plakátunkra, hogyha adnak valamennyi pénzt. Aha. És ilyen 5000 forintokat összeszedtem innen, onnan, amoznak. Az akkor sok volt. Ja, de közben meg elment az egész szervezésre. Aha. Ez a vicc. Ja. Nem magamat, elment a szervezésre, és utána meg fogtam a vödröt, ilyen műanyag vödröt, tapétaragasztóval, és akkor mentem a belvárosba tapétaragasztóval ragaszgatni a plakátokat, aha, amiket fénymásolóval csináltam. Én raktam össze, így kivagdostam különböző felületeket, és akkor felragasztottam egy lapra, az volt egy plakát. CD borítókról vágtam össze, meg minden. Érdekes volt. És akkor plakátozni plakátragasztóval belvárosba. Úgyhogy így lehetett megoldani, ez volt a reklám akkoriban. És azt meg tudod mondani, hogy az első mondjuk olyan kifejezetten goa, ami goa buli volt itt Pécsen, amit mondjuk te szerveztél, vagy te fölléptél rajta, az arra emlékszel? Hát ahol már folyamatosan goa ment, az a Rákba volt 97-ben a Kopp zenél. Ja, de az is egy vegyes buli volt, mert ő zenélt egy ideig, utána meg én, vagy fordítva. De ott már ilyen goa szettjeim voltak, mondhatnám. De hogy Szenes klubban ott szerveztünk akkoriban goát. Akkor 99-ben hallottam erre a napfogyatkozásról. Aha. És eljutottam ezáltal Ozorára. Az a vicc, hogy próbáltam bejutni úgy, hogy rádiós vagyok, és akkor hát, ha beengednek így ezt. És emlékszem a fazon hangjára, tudod, a rendező hangjára. Legalább hallottam a legendás rendező hangját. No. Tehát, hogy nem engednek be. Ki kellett fizetnem a beugrót. Aha. De még jó, akkor úgy volt, hogy a kelet-európaiaknak feláron volt a belépő. Uh-huh. Másoknak meg azt jól emlékszem, 24 ezer forint volt már akkor is. És de akkor a kelet-európaiaknak számított. 12 ezer volt a Ozora, akkor kelet-európaiaknak. Az már egy nagy fesztivál. De szép dolog így külön választani. Akkor Ozora már egy nagy fesztivál volt? Vagy? Akkor indult Ozora. De csak azért hozta ide ez a külföldi fazon ezt a fesztivált, a Solips Fesztivál volt a neve, mert akkoriban a 100%-os teljes napfogyatkozás az itt látható volt Magyarországon. Ebben a sávban bele tartozott Ozora is, és akkor ott keresett területeket ebben a 100%-os teljes napfogyatkozásos sávban, és valahogy oda eljutott, és megtetszett neki. Aha. És belementek a tulajok, és így indult az első. Aha. Igen. És külföldi fellépő, külföldi szervezők. Ott voltak legendás figurák, akik felléptek. Amikor odaértem, az emlékeim szerint pont úgy értem oda, ilyen két ilyen nagy táskával, amikor elkezdődött a napfogyatkozás. Uh-huh. És ott a mainstage feletti dombon álltam meg, és akkor indult el a napfogyatkozás. És utána Electric Universe játszott, de már vagyok benne biztos. Úgyhogy érdekes volt. És akkor ott voltam 4-5 napig, ez volt a Solips Fesztivál. Akkor ment a Publikum Rádió, akkor a 99-ben Malomvölgyek, azok mentek, pár néhány Malomvölgyet szerveztem. De az akkor már goa buli volt. Igen. Hívtam is, ha jól emlékszem, Ozoráról is, vagy a Solips Fesztiválról embereket.
de akkor megindul, nem tudom, valami problémás. Kik lépte föl? Te kik lépte föl ezeken a golgulikon? Hát ez jó kérdés. Bécsiek, vagy jöttek országból több helyről is? Akkor jöttek, ez egyik 92, a Bigot, valami izraeli srác, aki Ozorán ott volt. Ja, ilyenek nem. Voltak elég furcsák. Volt olyan, amikor elerett az eső, és teljesen elmosta az egészet. Uh-huh. És akkor nem is el is maradt. És ezeken a bulikon, én ugye ilyen golbulin nem voltam, ezt úgy kell elkezdeni, hogy itt is volt már mondjuk chill stage, ambient-tel, meg szájcsillel. Hát ezeken a 99 körüli malomből. Ja, nem, itt egy helyszín volt. Aha, aha. Ott az erdős terület előtt volt, ráadásul hogy ment a falu felé a hang, ott a kökény, nevű hely, de akkoriban még nem jöttek le. Volt egy ilyen érdekesség 98-hoz kötődően, hogy viszonylag, hát nem volt soha sok ember igazából ott, és akkor a büfés, van ott egy ilyen faházikó, ahonnan kaptuk az áramot akkor is, meg később is sokszor, lehívta a diszkóst a kökényből. És a házban meg diszkó kezdődött így a éjjel közepét. És akkor hozták oda a célját, hogy rakjuk már be, hogy akarják hallgatni, de eljöttek a faluból párra. Meg azóta sem volt olyan, hogy az Artisiusszal kapcsolatom lett volna, de hogy akkor az 98-as bulin reggel megjelent két fazon, ott a kicsit Istenháta mögötti Malomvölgybe. És valami papírt alá kellett írnom, meg befizettem pár ezer forintot a... Na mi ez a... Nem jut eszembe magyarul az Artisiusz... Hát mire gondolsz? Magyarul. Az Artisiusz? Hát az ilyen szerzői... Szerzői jogvédő. Aha. Igen, ez nem jutott eszembe. Aha. És akkor be kellett fizetnem pár ezer forintot még plusz. Úgyhogy ez egy érdekes volt. Akkor ment akkoriban a rádió, 2000-ben ez megszűnt, a Publikum rádió. És lett DFM. Talán egy évvel később. Valamikor 2000-ben. Akkoriban indultak a tévétoronybulik is. Igen. Na, és abban sem vagyok biztos, hogy egy Goa volt-e az első, vagy már előtte volt-e a... és azt sem tudom, hogy Sabada, vagy Mana. Volt valami rádiós műsor, amihez kötődött egy tévétoronybuli, és én úgy emlékszem, mintha az lett volna a legelső, talán 99 környékén. Nem biztos. És akkor volt a Cosmicord nevű szervezőcsapat, aki 2000-ben szerveztek egy partit a TV Toronyban, az volt a legelső. És akkor 4-5 éven keresztül ezek mentek folyamatosan. Goák is, meg különböző, ezeket már szerintem itt már te is bekapcsolódtál 99-ben. Már én nekem ugye, ezt ugye múltkor elmeséltem a Higgs-szel, meg az Ádámmal közös beszélgetés során, nekem igen, 97-ben még B52, 99, talán 99 volt az első Malomvölgyi buli, amin voltam, de abban még épp hogy csak így belekóstoltam, és hát utána igen, ilyen 2000-es évek eleje nekem akkor indult ez a TV-torony, Dante, Kino, Uránia mozi, meg ezek a helyszínek, igen. Igen, ott indult nekem is. Meg érdekes, hogy kicsit ezzel párhuzamosan Budapesten is már belekóstolgattam ezekbe a bulikba. Ja. Az, amit most így elmondtam az én életemből, ez szerintem ilyen tipikus példája arra, hogy mondjuk, hogy hogy alakul ki az, hogy valaki bulit akar szervezni, zenélni akar, ezeket médiumként elő akarja. Igen. Vagy meg akarja mutatni másoknak a zenéket, amiket igen. Más emberek csináltak. És erre gondoltam még, hogy visszatérés, tehát ez egy érdekes pont volt abban az időszakban, hogy meséltem a kazettázásról, a CD-vásárlásokról, hogy nem lehetett interneten beszerezni zenéket, ezért vásárolni vagy cserélgetni kellett kazettás dolgok, vagy CD, vagy akár bakelit lemezen, tehát lemezen mondhatom így. Jó, hát abból kevés volt. Például az is egy érdekes, hogy 80-as években mondjuk anyám még Jugóba jártak, Jugoszlávia voltak, amikor Horvátország, és akkor néha hozott lemezeket. Vagy elmentem egy faluba, mert valamelyik srác hirdette, hogy elad Kraftwerk lemezeket, és akkor megvásároltam tőle.
de nem volt jellemző rám. Na, mégis nem volt internet. Bocsánat, a TV-torony buliknál tartottunk. Ott azt akarom még elmesélni, hogy Budapestre kellett még járnom, hogy extra CD-ket tudjak szerezni. Aha. Bár lehet, hogy meg lehetett volna rendelni 90-es években Pécsről is. És Pesten hol? Nem emlékszem. Nyugati pályaudvarnál volt. Én az Undergroundre Kozba jártam. Volt az... a Nyugatinál, nem tudom a nevét. Uh-huh. Volt egy ilyen Commerce, volt a Wave talán. Volt uh-huh. ilyen, hogy Wave? Nem tudom, én egyedül az Underground Records-ot. 3-4 helyre jártam. És ott vettem mindig. És ott már voltak konkrét válogatások, nem csak válogatások, vagy konkrét ilyen extra válogatások, meg előadóknak a zenéit be tudtam szerezni. Uh-huh. És nem volt sok pénzem akkor se, de hát a jó részét arra költöttem, hogy fölmenjek. Elég fanatikus lettem, hogy be tudjak szerezni zenéket. Hát most már sokkal egyszerűbb azért. Hát igen. Szóval még a TV-torajról egy kicsit beszéljünk szerintem, mert azért szerintem ez egy nagyon exkluzív, beindult 2000 ez egy nagyon különleges parti helyszín. Igen. Ott fönn a hegy tetején, a Misinán, a magasban, a város fölött gyönyörű panorámával, és hogy ott lehetett bulizni. Uh-huh. Igen. Szerintem az egy nagyon... Amit láttunk onnan. Igen. Nem tudom, nem mindig volt olyan szép kilátás. Én szerettem. Aha. Főleg reggel, mert éjjel talán annyira nem jött le ott az üvegen keresztül. Jó, hát ez most más nekem téma. Szerintem az emberek máshogy képzelik el, amikor először föl akarnak menni, nem? Mármint mit kell? Hát a kilátást, hogy most fönn vagyok a tévétorra. Jó, maga a tudat is egy érdekes. Tehát a magasság, az, hogy hol vagyok. Akár a para, hogy le fog szakadni. Voltak ilyenek, hogy a DJ fölött lesz. Nem tudom, nekem azt ugye, tehát az első Goa bulim az ott volt a TV-toronyban, és az nekem egy nagyon nagy élmény volt. És ez melyik volt? Vagy itt tudod a címét? 2002-ben volt. Azt nem, a címét nem tudom, megmondom őszintén, talán a Quantum State föllépett, de ebben sem vagyok biztos. Uh-huh. Az 2000-ben is. 2002 március talán, mert azt tudom, hogy bereklámoztuk annak idején az Ádámmal meg a Detóval a GFM rádióban, a Falu című emlékezetes műsorban. De te is ott voltál, bocsánat, tehát azt nem tudom, hogy fölléptél-e, de találkoztunk ott. Én igen. Úgy értem, hogy elég sok, ami volt tévétorony, szinte Goákon fölléptem. Akkoriban nagyon sok buli volt, akkor jó eséllyel ezen is fölléptél, Krisztián. Azt nem tudom, tehát erre nem emlékszem, erre a részletre, de hogy ott voltál, azt tudom, tehát arra emlékszem, hogy találkoztunk. Volt a Cosmic Kordos 2000 körül. De az évszám az biztos, tehát 2002 az egész. Volt egy ilyen pillangó, amit Peti nevű haverunk szervezett. Ez a név, ez megvan. Aha. Nem is tudom, milyen Peti volt. Na mindegy, és akkor volt a Bálinttal szerveztünk, nem jut eszembe, valami festőnek a képe volt a szórólapon, uh-huh. aki padláson csinált ilyen különböző furcsa fejű kis babákat. Aha. És ő volt a... ő neki ajánlotta a bulit, ezt ő találta ki. Akkor volt a gombariadó partik. Na, hát arra akkor már abszolút. Azon fontos, hogy nem csak Goa volt Pécset, hát például a Monolék is fölépett, mint egy jól ismert előadó. És azért ez nem kis dolog szerint, hogy őt sikerült elhozni oda a tévétoronyba. Az klassz nagyon. Igen. Sőt, a Drum & Bass sztárok is felléptek, ha jól emlékszem. És akkor említsük már meg, hogyha már így a tévétorony buliról, vagy bulikról beszélünk, mert ezt múltkor valamiért kimaradt, amikor az Ádámmal meg a Lacival beszéltünk, hogy ott volt a Plan 4 és a Plan 9 fesztivál. Ugye ez két science fiction fesztivál volt, nagyon igen. exkluzív, nagyon érdekes programokkal. Hát 2004 és 2009. Igen. A 2004-es ugye az még nem a TV-toronyban volt, hanem a csillagvizsgálóban. Uh-huh. Én ott annyira azon még nem vettem részt. Fönn voltam két alkalommal, de csak így épp hogy belekóstoltam egy picit abba. A második, ami 2009-ben a TV-toronyban volt, én azon voltam ott végig. Úgy vettem rá, tehát arra nekem
az összes napra szóló jegyem volt, és az nekem nagyon, tehát azt szerintem nagyon különleges. Buli volt, illetve nem csak buli, hanem rendezvény, fesztivál, kísérlet. Azóta sem találkoztam hasonlóval Magyarországon. De gondolom te is ott voltál ezeken. TV-tornyoson nem. 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 Csak akkor nem tudom, valami történt. Csak már nem emlékszem, pontosan nem jutottam. A csillagvizsgálóson? Azon ott voltam. Azon voltam. Igen. Uh-huh. Ez neked akkor fontos jelentés. Tehát nem, a lényeg a TV-tornyoson... Nekem igen, de most... Szempontjából, hogy ott volt a Goákon kívül más stílusok is. Persze. Drum and bass, breakbeat. Az elég menő volt Pécsen. Minimál, igen. Utána igen. Még hosszú évekig. Igen. Ja. Akkor a 2001-ben emlékszem még egy illegál partira a Vöröshegyen, ami teljesen illegál volt. Az hol van a Vöröshegy? A Dangert hívtuk meg, DJ Danger. De az hol van ez a Vöröshegy? A Budapestről. Remeterittel szemben. Aha. Hegytetőn. Uh-huh. Úgyhogy voltak ilyenek is, előfordultak akkoriban. Uh-huh. Akkor leálltak a malomvölgyek. Uh-huh. És akkor beszélhetünk olyan dolgokról, hogy a Goán kívül mik voltak. Voltak a fiatal pornosztárok találkozói. Igen, FPT. FPT partik. Ja, hogy majd vagyunk a Goa témára? Nem. Tudod mit? Most nem, 95 körül lett vége a TV-toronynak. A két gombariadó az is volt kettő, ha jól emlékszem. Négy. Én legalább négy biztosan volt, mert én a negyediken voltam föllépő. Igen? Nem csak poénból volt négyes a neve? Szerintem nem. A kettes volt csak négyes. És ez 2004-ben volt. Lehet, hogy már jellemző volt rám ez a kis... Az 2004-ben volt. Ja. De figyelj, azt hadd kérdezzem meg már, vagy már meg tőled, hogy akkor négy. Most, mint, igen? Mint parti arcként, neked mi volt az emlékezetes parti élmény? Ezeket a kicsimikból. Tehát most nem parti szervezőként kérdezem ezt tőled, hanem mint bulizni. Hol érezted magad a legjobban? Vagy mi volt, ami neked nagyon, nagyon különleges volt? És miért? És ezzel a kérdéssel már egy kicsit az utolsó témához kapcsolódok. Ja. Egyébként érzem azt, most így visszatérve, igen? Hogy egy kicsit ilyen lexikálisan próbáltam végigmenni, egy kicsit érzelemmentesen. Tehát próbálsz afelé terelni, nem? Hát tehát, hogy persze, így, mit gondolok, mit gondolok. Mert nem tudok választani, az a durva, hogy nehéz. Elég olyan ember vagyok, hogy ilyen viszonylagosan nézem a dolgokat, tehát a különböző szempontok alapján. Tehát, hogy most nem tudom kiválasztani, hogy olyan, milyen élményt tudnék kiemelni. Úgy érzem, hogy ha valamit kiemelnék, akkor sajnálnám azt, hogy valami mást nem. Nem baj az, ha más kiemel. De nem is tudok konkrétumot, nem is akarok most éppen mondani. Tehát nem jut eszembe olyan. Mert sokféle volt, pozitív élmény. Valami ezért, valami azért, és nem tudom, hogy melyik lenne az, amit érdemes lenne kiemelni. Tehát ebben most így bizonytalan vagyok. Meg nem, lehet, hogy nem is akarok belemenni. Tehát jó kérdés egyébként, de hát, hogy átgondolandó, hogy mi lenne rá a válasz. Hát ami neked személyesen valamiért sokat adott. Hát nem tudom, szerintem az egész, így egyben. Jó, és akkor... Okay. Ezért egyébként akkor... azért akartam így... Várjál, nem, bocs, várjál, felsorolásszerűen menni az egészen, hogy hátra kapcsolódnak hozzá ilyen kérdés. Ja, de ez jó egyébként. Az is jó, hogyha azt mondod, hogy az egész. Akkor úgy fogom föltenni a következő kérdést. Na, az egész, adva minden egy. Hogy az egész, hogy nézzük az egészet. Ja. Tehát, hogy ennek az egésznek, ami itt volt Pécsen is, egy ilyen elég jelentős szcéna, meg időszak, éra, hogy ez az egész, ez mitől volt szerinted annyira különleges? Hát nem is tudom, hogy mi volt miatta ennek a varázsát, mert ugye azt megbeszéltük már az előző két epizódban a Jankó Matyival, az Ádámmal és a Lacival, a Higgs-el, hogy ezek azért, ebben egyetértettünk mindannyian, hogy itt történt valami, de nyugodtan majd mondd el, hogy te ezt hogy látod, csak mi ebben egyetértettünk, hogy itt történt valami Pécsen, ebben a másfél évtizedben, 90-es évek közepétől mondjuk 2010-zel bezárólag az
az elektronikus zenés underground szcénában, partik, stb. Rádió, ami aztán véget ért, és, mm-hmm. és hogy egy ilyen a mai napig nosztalgiázunk róla, fölidézzük az élményeinket, az akkori buli élményeinket, mert hogy akkor az adott valami olyan élményt nekünk, ami azóta sincs. És ez érdekes, hogy megvolt, ezt most én mondom, így adalékként, hogy nekem ez Pestben is megvolt kicsit még, a 2000-es évek közepén. Erről mit gondolsz? Hát alapvető lényege a zene és a közösség élmény együtt. Tehát elmész valahova egy bizonyos helyre, ahol szól egy zene, vagy zenék szólnak, és emberek vannak körülötted, ismerkedsz, vagy már ismerősök vannak, tehát a közösségi élmény is benne van, és közben van egy zenei élmény, ami összeköti ezt az egészet. Összekötheti, vagy mondhatnám azt is, hogy sokszor egy ilyen hogy kiegészítő valami, egy háttér a zene. Akár, igen. Amikor például emberek kommunikálnak egymással, ismerkednek. Ez az alapvető lényege a parti. Igen, de hogy ezt értem, csak hogy hogy beszélhetünk például, na ez érdekes. Miben volt ez? Jó, hogy most váltottál. Itt jönne az például, hogy itt a parti élmény miről szól, hogy miért mennek el emberek közösségbe, közösség ismerkedés, igen. Együtt lenni, társasok, lények vagyunk. Összeköt egy ilyen zenei élmény, egy ilyen tér, zenei tér, vagy nem tudom, oké, egy ilyen közös tér, meg egy ilyen zenei élmény. Na, hogy miről szól a zene, vagy a technokultúra? Igen, de most... A sámánizmus, meg a meditáció. Engem az érdekel elsősorban, hogy ez ebben a 10-15 évben, hogy ez miért volt annyira különleges, amennyiben az volt szerinted. Hát figyelj, szerintem annyira nem volt különleges. Úgy nem volt különleges, hogy... De hát azóta nincs ilyen. De, na figyelj, erre gondoltam, hogy most, akik most járnak ilyen bulikra, mert most lehet, hogy te nem nagyon jársz Pécset, most is megvannak, sőt, kiépültek a különböző szervezői csapatok, most lesz például a BPM Fesztivál. Igen, arról tudok. Tehát ott van felsorolva 8-10 szervezői közösség. Igen. Tehát jóval több van, vagy mondhatom azt, hogy lehet, hogy több van, mint akkoriban. De most komolyan. De bulikkal de ugyanígy, most az egy más, és lehet, hogy azok, akik most ezt az élményt átélik, vagy részt vesznek ebben, ugyanígy gondolják, hogy ez nekik egy különlegessége. Azért, mert újszerű volt számodra, egy ilyen új élmény, valami azért, új. Azért egy olyan különbség biztos, hogy van. Technokultúrába való beintegrálódás, vagy ez az elektronikus zenében. Egy olyan különbség szerintem mindenképpen van, hogy akkor azért, ha megnézed, hogy mekkora buli volt egy hétvégén, mondjuk Pécsen, és arra mennyi ember ment el, meg hogy most mennyi van, azért az mindenképpen egy nagy különbség. Hát szerintem nincs még mindig. Én nem érzem. Hát, most lehet, hogy most a mennyiségre. Tehát most igen, de nem. Például tegnap is voltam szabadkikötőben, szinte tele volt a hely. Jó, de most egy helyszín ilyen van. Ilyen techno house party. Erről beszéltünk az Ádámmal. Elég Laci, viszonylag igényes zenékkel. Van a szabadkikötő az az egy hely, de akkor meg volt nem tudom hány hely. Ja, értem. Meg nem tudom hány buli. Hogy a Rákban is volt. Meg én nem tudom, tehát én nem érzem. Szerveztek itt, ott, amott, a drum and bass-esek is az akkoriban. Nagyon sok volt, és teljesen más hangulata volt az egésznek. Tehát most nem akarok boomerkedni tényleg, de én azt a fajta családias, baráti légkört nem érzékelem most, mint ami akkor volt. De lehet, hogy én látom ezt, nem tudom. Lehet, hogy a mostani 20 éves... Lehet, hogy hozzáállás kérdése is, meg igen, persze helyzet biztos. Kérdése, meg kor kérdése, franc tudja. Az embernek hogy változik a hozzáállása a világhoz. Meg a dolgokhoz, a más emberekhez. Most volt egy tévétorony buli, de akkor meg minden hétvégén volt majdnem egy tévétorony buli. Tehát, jó, mondjuk az túlzás, mert 4-5 évig ment. Most gondolod, de minden hétvégén lett volna, és kb. Jó, nem, szerintem egy 10-15-öt tudnánk kiemelni. De ha mondta, biztos, hogy volt egy tévétorony buli, az egész biztos. Na mindegy, érdekes kérdés. Tehát figyelj, az, hogy rád vagy jelentős hatása volt, ez tök jó dolog. Hát meg rám is hatása volt, mert benne voltam, én is szerveztem. Meg azért gondoltam, hogy el is beszélgetek el a partiarc is voltam valamennyire, mert igen. Az a vicc, hogy én magamat nem tartom egy igazi partiarcnak.
Hát nem vagyok az, belevettem magam, és engem inkább az motivált a partizásba a szervezés, meg a zenélés. Ezek voltak az elsődleges szempontok. Tehát ez az igazi parti, belevettem magam, és akkor ez soha nem volt jellemző. No, de ez... Tehát lehet, hogy egy kicsit ilyen introvertált voltam, a régen is, ahogy meséltem, hogy a természetjárás, igen, a meditatív zenék, a New igen. Age, ezek a szép kis, szép előadók, igen, elektronikus előadók, ezek így ellazítottak, ezek nagy hatással voltak rá. De hogy, tehát ez a parti altság akkor sem alakult ki. A zene szeretette, az megvolt, de inkább ez a, talán az adás benne volt, vagy közösségépítés, vagy inspiráció, jó, akkor motiválni embereket. Akkor másképp kell, hadd kérdezzek meg valamit. Inkább ezek voltak így azok a szándékok, amik így engem talán pörgettek, vagy vittek valami fel. És ez még most se veszett el. Max, néha úgy érzem, hogy ez egy kicsit lejjebb van ez a szín, de hát néha visszatér kicsit magasabbra. Akkor fia, hadd kérdezzem meg úgy, hogy igen, te ugye itt voltál Pécsen is, vagy tehát Pécsen vagy folyamatosan, és az a akkori bulikban is ott voltál, meg tulajdonképpen folyamatosan, ami azóta volt. Buli 2010-es években, most a 2020-as években vagyunk már, ezekben is ott vagy, jelen vagy. Te akkor hogy látod, hogy milyen különbség van, vagy hogy látod, mennyire különböznek mondjuk az elmúlt 10-15 évnek a buliai az akkori buliktól, mint amikről beszéltünk, tehát ez a tévétornyos korszak, 90-es évek vége, 2000-es évek eleje. Nem nagyon látok különbséget, ez a vicc. Hogy nem. Várjál, jó kérdés. Szerintem van valami elkötelezettség. Nem baj, hogy te ezt máshogy látod, mint mi. Mert szerintem ez valahogy minden alapszinten mindenhol ugyanúgy működik. Tehát az emberek hozzáállása. Nem látok, például most pont egy tegnapi bulit tapasztaltam Szabadkikötőben, ahol ilyen house techno akármi ment, de viszonylag igényes zenékkel. És ott is annyira jó hangulat volt, meg jó arcokkal, tehát hogy így ezért is mondhatnám azt most, ez egy ilyen friss élményként, hogy olyan nagy különbségek nincsenek. Csak hogy lehet, hogy azért éled át, mert ezek a te szubjektív tapasztalataid, hogy nem veszel részt ilyen. Csak hogy... Az, hogy mennyit változott, az egy más kérdés. Azért ugye, akikkel beszélni. Az emberek változtak, de mindig jönnek emberek, megszületnek, fiatalok, idősebbek. Nem, ez tök jó, és természetesen én ezt nem is akarom egy ilyen objektív valóságként beállítani, csak ugye, hogy több emberrel is beszélgettem már ebben a podcast sorozatban is, meg azon kívül is, akiknek megvan ez a nagyon hasonló élmény erről az időszakról, hogy ez valahogy mégiscsak más volt, de ezért jó, is de mondhatjuk, az lehet, hogy a fiatalabb korukhoz kötődött, amikor nyitottabbak voltak. Aha. Miért ne? Lehet, utána családot alapított, és egy kicsit beszűkült, vagy számára, vagy belerokkant egy kicsit a világba. Akkor tudod mit? Nézzük jó, meg. Jó, ezt csak így mondtam, hogy a pszichológiai, az ember változik, például a korral, ez egy vicces nézzük dolog. Nézzük meg az egészet a zenék valóság szemszögéből. A zenék is változtak elég sokat, és... Igen, mindenképp. És nem akarok itt sem most boomerkedni, és nem is fogok olyat mondani, hogy most nincsenek jó zenék, mert most is megtalálom én is a mostani előadók között. Persze, csak hogy azért ezt több műfajban is tapasztalom, erről beszéltünk az Ádámékkal is, hogy volt akkor egy ilyen aranykor, és talán főleg a 90-es évek az elektronikus zenének, meg még az azt követő pár évben. Az indulási szakasz. És hogy persze... Ja, nem az elektronikus zene indulási, mert az visszamegy 30-40 évvel, 50 évvel. Én ezt megtapasztaltam, ezt mondtam a múltkori podcastben, hogy bulikon megtapasztaltam azt, hogy most akkor mondom megint ezt a példát, hogy az Adam Freelandet mondom, aki ugye a breakbeatnek az egyik ilyen nagy istene idézőjelbe. És ő volt ugye tavaly Budapesten az E38-on, és én ott voltam ezen a bulin, és hogy ő is a régi zenéit játszotta. Tehát, hogy és ezt már talán más bulikon is megtapasztaltam, hogy nincsenek újak neki? Hát nem tudom, mert hogy most nem csak a saját zenéket játsza ilyenkor. Ja. Ez egy DJ set. Ja, DJ set.
és hogy ő is a régi zenék, meg a régi hangzásokhoz nyúl vissza. És hát más bulikon is megéltem, meg tapasztalom, hogy vannak műfajok, amik egyszerűen akkor voltak így a csúcson, és azóta valahogy így, mintha, nem tudom, átalakultak volna, és mindenesetre nincs már az a hangzás, ami akkor volt, nem tudott megújulni, és hogy helyette van persze csomó minden más, meg mondom, tehát én is most is találok magamnak egy csomó tök jó előadót, meg zenét, amit szeretek, de hogy valahogy egy kicsit van egy olyan érzése az embernek, legalábbis nekem, hogy ott így lezárult valami az elektronikus zenén belül, ami véget ért, és nem tudott megújulni, és helyette jött egy csomó minden más új, de ezek valahogy ilyen, nem tudom, fú, nehéz ezt megfogalmazni, de talán érted, mire gondolok. Hát figyelj, ahogy mondjam, én nem állok így hozzá a múlthoz. Tehát az, hogy meg kell ismerni az új zenéket is, én felfedeztem az új zenékben is például változást és pozitív változásokat. Mm. Hangzásban is, kreativitásban is, akár a Psytrance-ben simán, különböző vonalak. Jó, neked a kofé, most például a Prog House-ra nagyon ráálltam. Most én konkrét nagyon szép, na, pont ezt szép kis zenéske. Akkor mondd, hogy erről kíváncsi, hogy erről mit gondolsz. A Prog House nekem ugye az volt így egyik meghatározó a 2000-es években. Ugye 90-es évek, a 2000-es évek első pár éve, ott én akkor rengeteg bakelitet vettem, akkor volt egy ilyen nagy álmom, hogy majd én Progressive House DJ leszek. Tényleg? Igen, rengeteg CD-t is vettem, mix CD-ket, imádtam ezt a műfajt. Emlékszem, hogy egyszer írtam a Free magazinnak a honlapjára egy kommentet, amit beraktak a nyomtatott verzióba, és ott tök büszke voltam, mindegy. És pont a Progressive House-nál éreztem azt, hogy, és ez mondjuk nem csak a saját élményem, hogy 2004-3-4 körül kifulladt a dolog, és akkor utána az a hangzás az teljesen eltűnt, és persze lett egy-két, tehát akik akkor csinálták azokat a zenéket, vannak köztük most is többen, akik a mai napig aktívak, de egyszerűen nagyon kevés olyat találok a zenéi között, ami így izgalmas lenne számomra, vagy nem tudom. Tehát nekem pont ez a műfaj az, amin kicsit azt érzem, hogy ez így nem tudott igazából rendesen megújulni. Talán még tudod, ki volt, van egy ilyen olasz előadó a Cassino and Lee-ben, még ők voltak azok, akiknél azt éreztem, hogy na, ez még így jó volt, de ők is 2010-ben abba hagyták. Aha. És valahogy utána... Ezek szubjektív tapasztalatok. Na, persze. Tehát azt, hogy mit nem is, de és akkor közben nem ismered a többi 200-at előadott, vagy azt a 20 elitet, amit... Hallottam azért, de... most csak mondom, igen, hogy érted, és akkor ebből leszűrsz egy vélemény. Aha. De ilyen az ember egyébként, hogy így tapasztal, és akkor... Nem, azt gondolja, hogy az objektivitásra is kutattam jellemző, azt, vagyis hogy mi lehet, ami ehhez a hangzáshoz hasonló, és ilyen hasonló hangulatú zene, és nem... Biztos találtam én, de nem fogott meg semmi. Ja. Még tudod, ki volt még aki még tetszett, egyébként az tetszik, csak ez egy ilyen nagyon ritka kivétel, az a Guy G. Ja, igen. A Guy G. Az mondjuk... Az ő egy jelentős volt számomra is a Prog House-nak a megismerésében olyan figura. Tehát akkor utána kinyílt a tér, amikor már ugye az ismeret, amikor megismertem a többi előadót is. Egyre inkább, és most már egyre jobban átlátom ezt a világot is, a Prog House világ. Most már nem csak Guy G van, meg Hernán Cattaneo, hanem sokkal több. És hogy vannak nagyon profik ezeken kívül is. De hát ehhez meg tényleg az kell, hogy az ember töltsön le, hallgassa, belehallgassa, meg legyen egy érzéke hozzá. Tehát, hogy a zenéhez kell egy belehallás is. Ami nem tudom, nem mondom, hogy az hülyeség, hogy tehetség, hanem szerintem ez is tanulható, vagy megszokható, és akkor egyre inkább hallod, hogy most ez ilyen, ez olyan, és akkor mennyivel másabb, jobb a hangzása, kreatívabb, milyen a kisugárzása, a témája, a tartalma. Ez egy érdekes kérdés. És akkor hol van itt a szubjektivitás, meg az objektivitás? De mindegy, én ezt így... Isten, bocsánat, Isten, ja, a másik azt, hogy én amit mondok, azt
Isten őriz, hogy objektívnek akarjon be. És azt nem szeretem azt se, hogyha valaki, mondjuk beállítunk, és akkor valaki 20 vagy 30 éven keresztül valamilyen műfajra fog. Van ilyen, persze alap. De a zenének a világa annyira sokszínű, sokrétű és gazdag, hogy így nagyon sokféle jó zene van, és nagyon sokféle jó stílus van. Mert már a stílusokon belüli jó előadók, és kicsit rosszabbak, vagy rosszak, de hogy érdemes megismerni mindenfélét. Uh-huh. És ez egy fontos dolog. Én is például sok mindent játszottam már a Gohán kívül. Most bocsánat, most közben, hogy beszélgetünk, nekem is beugrott, hogy úgy például a... Hiszem 2018 körül kiadott egy új lemezt a Sasa, aki szintén az egyik nagy kedvencem volt akkoriban, a 2000-es évek táján. Mm-hmm. Mondtad, hogy voltál is. Igen, és amíg voltunk is, és áprilisban tavaly, és ő megjelentetett 2018-ban egy új lemezt, ami ráadásul van ez a Late Night Tales nevű sorozat, aminek az a lényege, nem tudom, ismered-e, hogy különböző híres előadókat fölkérnek, hogy ami az életük során nagy hatása, azokból összeállítanak egy egészet. És ebbe képzeld, a Sasa is kiadott egyet, viszont ez egy ilyen rendhagyó volt, mert hogy ő a saját zenéit rakta rá, a saját új zenéit, és abból rakott össze egy mixet, és nagyon tetszett. Tehát az egy ilyen kivétel volt, hogy az új zenék, a régi arca, egy régi arc, új zenéje, és jó volt. Úgyhogy ezt azt ajánlom. Voltak a 2000-es években a Murányi Zoli barátunknak, akivel egyébként már elvileg ővele lesz majd a következő rész fölvéve, a Mágikus Majer is, két Mágikus Majer is bulia, illetve később Earth Dance a két Vidámparkban. Ezeken a bulikon te is zenéltél, ha jól tudom. Igen. Ott voltál, az élményeidről egy kicsit tudnál ezekről mesélni, hogy itt mi volt? Mert ezek ugye konkrétan Goa Psytrance. Nagy élmény volt a Jakab-hegyen lenni, önmagában az Pécsett a meccsek helység található, és egy különleges pontja a nyugati meccsekben a Jakab-hegy. És hogy annak a tetején különleges ilyen misztikus helyszín. Misztikus? A különböző kultúrák, régi kultúrák felelhetők voltak, meg maradványaik, halomsíroktól kezdve a földsáncig. Hát úgy misztikus, hogy az ember teszi igazából misztikussá, most csak ezt mondtam emiatt, hogy ilyen keltakori, meg avarkori dolgok vannak ott. És akkor ott egy ilyen fesztivál, az szerintem különlegesség mindenképp. A másik a Vidám Park, ahol gyerekkorunkban sokat játszottunk, vagy legalábbis én jártam föl apámmal is. És akkor ott egy ilyen, a végén, az utolsó éveiben egy ilyen több helyszínes, különböző stílusokkal, de hát főleg a Goára épülő, mert talán a main stage vagy a nagy színpad az a Goa volt ott a... Igen. Színpad, mi is volt az a... Hát két stage volt, ha jól emlékszem. Szabadtéri színháznak a, vagy szabadtéri színpad volt ott. Igen, hát, igen, igen. Az volt a Goa, de a többi ilyen kisebb részek voltak. Én a Csillen voltam, azt tudom. Ja. Én ott zenéltem. Tudom, ott a Hordónál, ahol lehetett pörögni, ahogy elpesszett. Pontosan. Már ezek különlegesek voltak, hogy Zolinak mindenképp egy nagyon nagy, komoly szervező volt ilyen szempontból. Ezek ugye kifejezetten Psytrance, Goa, Ambient. Chillout. Hát a Vidám Park az nem annyira, mert ott többféle projektek. De az Earth Dance, az tudtam azért. Hát ez a Vidám Park. De ott volt más is? Persze. Mert ezt most azért kérdezem, mert én igazából ott voltam, ugye, de gyakorlatilag végig a Chill Station voltam. Ja, persze ott volt. Voltak más stílusok, de azok ilyen kisebb helyeken voltak. És a szabadtéri színpad volt a fő helyszín, a main stage. De ott Psytrance volt, nem? Igen, mindenki. És talán volt kettő ebből, ha jól emlékszem. Na mindegy, ezeket jól kiemeltük, szerintem ő a 2010-ig való. Akkor ezek elmondható, hogy neked jelentős élmények voltak. Persze, mindenképp. Különleges helyszíneken, és jól sikerült buli. TV tornyokon kívül szerintem ezek különlegességek voltak. Akkor már mentek a Malomvölgyek is 2007-től.
2006-2007-től, és akkor szinte éve, azóta éve, évekig. Egyébként most... 2019-ig. Most beugrott egy dolog, mert én is ott voltam egy ilyen bulidon, de ez már később volt, Ördensz után, talán 2009. Ilyen erdei buli a Kantavárnál. Igen. Hogy a, és ha jól tudom, több ilyen is volt, ilyen illegál erdei buli, kettő. Kőfejtő, Kantavári kőfejtőnél. Volt kettő, igen. Akkor még szeretném megemlíteni. Szóval voltak ezek az erdei bulik, csak ezt akartam. Ja, igen, az is hogy, volt. Sőt, hogy azért ez nekem, szerintem ez nagyon különleges. Sőt, úgy hívtam, hogy varázsdomb, egy varázsdombi mesék, amikor kicibáltuk. Mert kert. Csillegál. Illegál? Ja, az is. Az, azon nem voltam, csak azt a márkék mesélt. Igen, dettoék voltak ott. Igen, igen. Na, és ja, az erdőbe kicibáltuk a hangcuccot, és akkor ott ilyen és ilyenek agregátorom. Uh-huh. Az is volt kétszer. Uh-huh. Hát, na, mostanában nem annyira. Mostanában, jó, szerintem a következő kérdés. Igen, majd igen. Beszélek később. Lényeg az, hogy hol tartottunk? Hát az erdei buliknál, meg az Ördensz még előtte, ugye. Meg a mágikus már is. Igen, ezek igen. voltak. Van és mi egy... volt számodra még meghatározó? Most én kérdeznék igen? vissza, mert hogy oké... Okay, én már elmondtam. Én leginkább egyébként. Mondtam, hogy a Malomvölgyek akkor elindultak, és majdnem, hogy évente, egész 2019-ig működtek. Igen. És még egy csomó igen. minden 2010-től, az majd a következő téma. Igen. De hogy azon kívül, hogy most ezekről beszéltünk, hogy milyen igen. helyszínek voltak, amik igen. téged megérintettek. Hát én ugye az előző adásban ott elmeséltem már a saját élményeimet, de ilyen nagyon röviden szívesen válaszolok neked is, természetesen. Nekem ami, ja, okay. ami meghatározó volt nekem, az, amit már egyébként mondtam a beszélgetésünk alatt, lehet, hogy az privátban. Hogy helyszínek. Most csak. Ja, hogy helyszín? Most csak az. Ja, hogy a igen, helyszín. Igen, aha. Igen, igen. Hát figyelj, a tévétorony az mindenképpen, az egyik legexkluzívabb szerintem. Én nagyon szerettem a Dante bulikat is, mert ugye az is megszűnt. Igen. Tehát maga a Dante megszűnt. Én nagyon szerettem a Dante bulikat. Volt, hát nem sok, talán kettő összesen ilyen ártalomcsökkentő fesztivál az Uránia moziban, kino, akkoriban kino néven igen, futott. Igen. Azok ott is én azt is nagyon szerettem, nekem az is, ugye a mozit alapból nagyon szerettem, és az, hogy egy moziba szervezték ezeket a bulikat, ez nekem nagyon nagy élmény volt. Szerettem egyébként, mondjuk ott nem voltam sokszor Malomvölgyi bulin, uh-huh. de amúgy az is szerintem egy jó helyszín. Ott voltam ugye, amit az előbb, amit a legutolsó blogban beszéltünk, a Murányozuli féle Ördensz, uh-huh. az is tetszett. Ott egyébként az vicces volt, mert ugye a Chill Out-ba zenéltünk a Márk barátommal, és ott volt egy ilyen nagy ponyva a hordó előtt letéve, és nagy zuhé volt a buli elején, és összegyűlt rengeteg víz a ponyvában, és azt néztük a Márkkal, hogy ez kb. A következő pillanatban így le fog szakadni, hogy így az emberekre. Ez melyiken volt, hol? Ez az Ördensz. Ja, a Vidán Parkban. Valamelyikben is volt ilyen, csak most azért tévedtem. Nekem szerintem, meg bocs, még ezek, amik itt utoljára mik említettek, ezek az erdei bulik. Én egyszer voltam ilyen erdei bulin, és ott zenéltem is. Arra emlékszem, az nekem nagyon tetszett, a Kantavár, Kantavári romoknál. Igen? Uh-huh. Ott a kőfejtő? Vagy ilyen kőbánya? Ott ahogy megy az ösvény, föl kellett kicsit menni a... Uh-huh. Ugye lefelé van a forrás. A Kantavári forrás, és fölfelé kellett menni kicsit a romoknál, és ott volt. Ez szerintem 2009-ben volt, emlékeim szerint. Na az is, a hangulat, nem tudom, ez az egész hangulat, ami ott volt. Nekem ezek nagyon bejöttek. Uh-huh. Nekem ezek voltak talán a legemlékezetesebbek. Uh-huh. Jó. Ja. És mi motiválta felé, hogy blogot csinálj erről, és ja, hogy az egész élmény, végül is mondhatod azt, hogy az egész élmény, amit most elmondtál, hogy itt voltam, ott voltam, hatással volt rám, és ez összeadódott, és gondoltad, feltérképezik a múltat. Figyelj, én amikor... Egyébként tök jó ötlet. Amikor elkezdtem ugye elektronikus zenét hallgatni, meg aztán ezekre a bulikra járni,
belecsöppentem ebbe az egész színába, ezekbe a körökbe. Akkoriban kezdtem el nézni ilyen érdekesebb filmeket is egyébként. És akkor ez meg ilyen egyéb élményekkel is társult, ez a zene dolog. Nekem akkor ez egy annyira új, varázslatos világ volt, amit előtte egyáltalán nem ismertem, a személyiségem is akkor sokat változott szerintem. És azt tapasztaltam, hogy ahogy ez az egész szép lassan itt Pécsen is, meg globálisan is megváltozott, hogy éreztem azt, hogy aha, itt most lezárult egy éra, és ez nem csak a zenéről szól, hanem ez sokkal nagyobb annál, és hogy elindul valami egészen más, valami egészen új, és biztos benne van ez is, hogy azóta is keresem, és szeretnék valami hasonlót megtapasztalni, mint ami akkor volt, és akkor eszembe jutott az, hogy akkoriban, akkor 2019-ben láttam a Budapest Underground című filmet, meg előtte a Partik népét, ami szintén ezt az időszakot dolgozza fel leginkább. A techno az egyén diadala. Így van, azt nemrég láttam, és akkor jött ez, hogy volt itt ez az aranykornak nevezett valami, ami nem csak rám volt ilyen nagy hatással, meg nem csak én éltem meg aranykornak, hanem sokan mások is, itt Pécsen is, és hogy így kezdődött el ez az egész. Uh-huh. Jó, de valami bizonyos, úgy mondhatjuk azt, hogy a kezdetek valamennyire ilyen aranykorszerűek. Tehát amikor valamibe belemész, és akkor tetszik. Utána az változik, megmarad, és akkor hasonló lesz. Érted, milyen gondolok? Tehát az újdonságnak az ereje, vagy az élménye. Persze. És akkor az ilyen aranykornak nevezed meg, hogy újdonság. De jó, de nem csak... De ez egy tök jó dolog. Meg, ja. De hogy én zenei... Megismersz új élményeket, persze, érzéseket, persze, hatásokat. Persze. De hát most akkor, bocs, megint visszatérek az Adam Freelandhez, hogy azért csak van valami oka annak is, hogy ő is a 2023-as bulián a régi 2000-es évekbeli zenéket nyomja. Uh-huh. És azért... Hát, lehet ez ilyen nosztalgia feeling, tudod. Visszatekinteni arra, ami én is szoktam. De nem úgy volt ez meghirdetve. Néha azért járkálok. Ez nem úgy volt meghirdetve, hogy egy nosztalgia buli vagy egy ilyen... Jó, de hát gondolta, hogy azokat ismerik jobban. Tehát lehet, hogy akkor futott be, és azóta meg már... Érted, vannak ilyen előadók egyébként, akik... Uh-huh. Befutottak, most pont erre reflektálva, van egy aranykoruk, és akkor úgy gondolják, hogy a legnagyobb meg a slágerüket, lehet, hogy 20 éve volt, azokat le kell játszani. Most figyelj, fölépne valamelyik diszkó előadó a 90-es évekből. Igen. Mondjuk DJ Bobo. Igen. Érted, de az, akkor is érted, lenyomná, most lehet, hogy vannak új számai. De le kell nyomnia ezt meg azt, ami akkor szólt, mert tudja, hogy azok a megaslágerek. Sőt, tehát csomó ilyen van, hogy azt teszi a közönség inkább, meg amiatt is vannak. De én mondjuk nem ismerem különösebben a régi szénát, de voltam tavaly... Szerintem ez benne van ebben is. Tavaly évelején voltam Budapesten, a Toldiban, a Toldi moziban, ott ugye vannak ilyen elektronikus zenés bulik, egyébként szerintem egy tök jó hely. Voltam egy breakbeat, kifejezetten breakbeat buli volt, és nem is tudom, Mesterházi, meg ilyen arcok léptek föl, és nem tetszett. Tehát valahogy azt éreztem, hogy semmi közöm ez a zenéhez, és nem is tett. Tehát nem is éreztem, hogy ez egy különösebben jó zene lenne. Nagyon egyformának is tűntek egyébként a trackek. És akkor volt egy ilyen benyomás, hogy aha, ez most a mostani breakbeat, hát ez nem egy túl nagy szám. Uh-huh. Hát van ilyen. Ja, most így eszembe jutott. Ja. Jó. Na, de akkor térjünk rá szerintem most így a beszélgetésünk utolsó szakaszára. És ez tök jó, mert hogy végülis te egy olyan arc vagy, aki tökre így ismered a mostani pécsi helyzetet is, meg ami így az elmúlt, nem tudom, 5-10 évben volt Pécsen parti szempontjából, én ebben kevésbé voltam jelen.
egyszer-egyszer voltam persze egy buliban, de nem mondhatnám azt, hogy ismerném ezt a mostani pécsi szcénát, hogy ez milyen. Csak annyit tapasztalok és érzékelek, hogy nincs az a felhozatal, meg az a hangulat, az a családias légkör, mint amit akkor megtapasztaltam. Na, hogy Krisztián, te hogy látod, hogy milyen a pécsi mostani underground? Jó, de várj az, hogy valamilyen családias légkör nincs meg, az attól is függ, hogy nincsenek meg a megszokott barátaid, meg a megszokott haverjaid, meg nincsenek, nem csak a haverok, megszokott környezeted. Meg nincsenek meg azok a partiszervezők sincsenek meg, azok a fellépők sincsenek meg, teljesen mások vannak, meg kevesebb a helyszín is. Tehát, hogy mondom, ezek az akkori kultikus... Egyébként még ezt sem mondanám. Nincs Dante, nincs TV-torony, nincs Uránia, nincs... Ezek az erdei bulik sincsenek már nagyon, ha jól értettem. Hát dehogy nem. Minden van. Hát erdei pont, most konkrét erdei. Én arra abból is kevés volt régen is. Tudom, de volt. De figyelj, kulcsos, ezek bulik működnek. Na, mondjad, hogy mik vannak most. Basszus, vagy hogy te hogy látod? Végig akartam menni vonalon, de... Na, most ja, de az a baj, hogy a maximalizmus is beszél belőle. Most beszéljünk erről. Már rájöttem, hogy el kell engednem egy csomó mindent. Na, most beszéljünk erről. Rohadt sok mindent elengedek. Mert ez engem nagyon érdekel. Elengedek egy csomó mindent. Hogy mi történt azóta? Meg hogy most mi van, és hogy szerinted milyen lesz a következő 5-10 év? Hú, ezt nem lehet tudni. Hogy milyen lesz. Ez nem baj. Ez általában szerintem hasonló. Persze, hogy nem lehet tudni, csak zenék is változnak, de nem nagyon. A hangzás például a bizonyos műfajon. Te mire számítasz? Igen. De előtte nyugodtan beszélj arról, ami most van. Tehát milyen a mostani pécsi elektronikus zenei élet? Hát bizonyos szempontból kiépült. Uh-huh. Hasonló, mint régen. De mondjuk akkor a... Most is vannak szervezőcsapatok, számos, különböző műfajokban. Ennek az egyik legjobb példája az, hogy áprilisban lesz a BPM Fesztivál. Igen. Itt Pécset, ahol két nap, hasonló, mint a Made in Pécs Fesztivál, hogy két napon keresztül több helyszínen lesznek elektronikus zenélőadók. Az itteni pécsi szervezőcsapatokból áll össze ez. És legalább ilyen 8-10 csapat, aki részt vesz ebben. Uh-huh. Nem mindenki pécsi, de hát vannak, akik itt szerveznek a környéken, vagy találtak jó helyet. És a lényeg az, hogy vannak itt szervezések. Most nem tudom, nem biztos, hogy sorolni akarok neveket. Most a reklám is. Egyébként nyugodtan mondja. Ja, de az a lényeg, hogy van különböző szervezőcsapat. Technóban, drum and bassben, house szempontból is több. Akik, vagy néhány, inkább így mondom, akik nyomják a pécsi dolgot. Uh-huh. Sőt, még a Goa is már majdnem, hogy megosztott. És mondjuk a... De hogy a kulcsos házas bulik azok mennek, a... De milyen gyakran van kulcsos házas bulik? Kardos úti kulcsos, ahol te is részt vettél. Igen, milyen gyakran van bulik? A Fehér Kút is már bekapcsolódott. De milyen gyakran van ott bulik, Krisztián? Hát, évente 3-4 alkalom szerintem. De ott különböző szervezésekről beszélhetünk, mert mindig bejön valami új szervező is. Már a megszokotthoz képest, hogy 2019 óta most akkor ezért reklámként a Psychedelic Adventures parti szervező csapata, ők voltak talán ennek az úttörői. Hát nem az úttörői, mert előtte is voltak a Kardos útban szervezések. De a lényeg az, hogy és Pécsen mondjuk 2019 óta évente 3-4 buli van. És a különböző szervezők azért beintegrálódtak ebben a szervezésbe, vagy úgy értem, hogy elkezdtek ők is szervezni. És az egy jellemző hely lett, mert azt kiadják, közel van a pécsi belvároshoz, olyan kép fél óra, három óra gyalog. Azt tényleg közel van. És akkor a jó hely, ezt... Fehér Kuti kulcsosház is bejött azóta. És Pécsen a Szabad Kikötőn és az Amper Klubon kívül mi van még? Szabad Kikötőn? Az Amper Klub egy elektronikus, Szabad Kikötőben is vannak ilyen lehetőségek. E kettő helyszínen kívül hol lenni? Hát nappaliban is szoktak lenni elektronikus zenei rendezvények, vagy DJ-k, akár Budapestről is, meg nem csak pécsiek, néha fellépnek. Van ez a Mély Pécs, ami már elég régóta megy. Igen, arról tudok. Akkor
Hát vannak ilyen még kisebb helyek, tehát a Wunderbar, meg a kiosz. Igen, azt is ismerem. Ahol Wunderbarba zenéltünk egy. Igen, igen. Ott is ilyen kis kerti particsken. Van még? Chill-el, meg Brockhouse-zel, mint amiket mi nyomtunk. Az van még az a hely? Ez persze, az létezik 4-5 éve legalább. Kioszban is most már zenéltünk nemrég. Uh-huh. Tehát hogy egyre több hely így bejön, hozzáadódik az eddigiekhez. Uh-huh. Régen volt arról szó, hogy a Partizánban is lesznek, sőt ott is voltak mások. De azt most azt hallottam, hogy az újra nyílt. Újra nyílt, ja. Majd ki tudja, hogy milyen koncepcióval és hogy van lehetőség erre. Tehát, hogy... Én pont most a héten hallottam a Partizánról, nem voltam ott, mert nem tudtam elmenni, de hogy zenélt az Osi. Mert itt volt. Partizánban? Aha, csütörtökön. Nem tudom, nem hallottam. Én egy nappal előtte tudtam erről. Hallottam erről infót. Hogy pont itt volt Pécsen az Osi, aki szintén egy Pécs undergroundos arcnak mondható amúgy. És zenélt. Úgyhogy mennek a bulik azért, most is. És szabad kikötő egy jelentős helynek tartom, ilyen szempontból, ahol tényleg van lehetőség ilyesmire. Techno house partik mennek sorba. Tegnap volt egy, jövő héten is lesz. És látogatják egymást, szerintem felfedezték a szervezőség, hogy ebben van lehetőség egyre inkább. Sok ember jár ezekre a bulikra? Hát úgy viszonylag, persze a helyet azt így nagyjából megtörtik, tehát hogy van rá igény erre. Szerintem jönnek rá egyre inkább. Szenes klubot még megemlíthetem, ott is szoktak lenni az ismer. Elektronikus zenei rendezvények, drum and bass, ez a millenniumosoktól a Pandemonium, ilyen techno party. Tehát hogy az is működik a Szenes, ilyen elektronikus zenei szempontból. Most a commerce-ekről is beszélhetünk, az Expo Centerben, meg a TV Toronyban szoktak lenni ilyen commerce-ebb house party. A tévétoronyban? Persze. De... Most is volt egy hónapja nagyjából. Én egy buliról hallottam, amit szerintem pont te én raktam ki, hogy újra vannak. Sokan félre is értették. Én egyedül erről az egy buliról hallottam a tévétorony kapcsán. Többről nem. Hát figyelj, ez ilyen... Szóval, hogy nem jut el valahogy az info az emberhez. Kicsit commerce-ebb house világ, tehát ez a Dark Knights közösség, akik az Expo Centerben is szerveznek, tehát ez már talán nem nevezhető annyira az underground vonalnak. De hogy ez is van. Úgyhogy Pécset is vannak lehetőségek. És meg kihagytunk jó pár helyet, amik megvoltak 2010 után. Volt a Slow Poison Bar, ahol volt néhány lehetőség, a Létra nevű hely. De a Létra az van még, nem? Hát a helyiség még megvan, de nem tudom, hogy ezen a néven. De a bár, a már, Vince nem, bár már nem ugye? Működik, én úgy tudom. Sőt, hát az nem. De az ott, ami ott a Vince 10 éve volt kell. Igen. Hard Rock Café-t azt említettük szerintem, az is egy komoly hely volt, hát az mindenki. Tudom, hát az... Ott voltak Drum & Bass, Goa... Az ilyen igazi aranykoros. Az nagyon szép hely. És a 90-es évek elején nyílt, bírta, nem tudom, 2010-ig, 10 körül. Sőt, akkor már említhetnénk a Tititá, zöld kis kocsmának volt egy pincéje, ott is zenéltünk. Zöld, Tititá a belvárosba. Igen, azt tudom, de bár ez a Tititá az előtte az, ami más nézve. Stunzorgon rockkocsma volt, utána lett Tititá a Louis-ékkal, utána lett egy másik sráccal a Tititá, az is egy jó hely volt. Most úgy tűnik, hogy újra nyílik, majd az kigyomja. Úgyhogy ezen kívül milyen lehetőség? Nappalit azt említettem, Wunderbar, kiosz. Szoktak lenni más helyeken, ilyen kis kocsmákban is egyébként ilyen elektronikus zenei fellépések, de az annyira nem. Hát jó lenne, meg voltak próbálkozások pár éve például a Cellariumot, hogy megnyitni ilyen techno vagy ilyen elektronikus zenei helynek, az nem, az pár hónap alatt besült. Vagy a színház mögött volt egy ilyen butor raktár nevű hely, vagy nem a hely, de az volt a funkciója régen, és annak a pincéjében is csináltak pár bulit. Úgyhogy mindig van, ez terjeszkedik és próbálkoznak az emberek itt-ott.
Sőt, még sorolhatnám, volt egy jó pár ilyen szabadtéri is, ami Cserkuton is voltak évekkel ezelőtt próbálkozások ilyen szabadtéri bulikra. Tehát mindig megtalálja a helyét, így folyik ez a folyó, és akkor így ömlik kicsit szét erre, arra, amarra. Úgyhogy mindig van valami. Akkor látja az ember, hogyha valamennyire figyeli, hogy benne van. Igen, igen. És lehet, hogy nekik 20 év múlva ugyanilyen aranykor lesz ez, ezt mondják. Hát azt hogy, nem tudom. Jaj, a pécsi aranykor mekkora volt. Hát 2020-ba, meg 24-be. Mert... De ők nem tudnak arról semmit, hogy mi volt 20 éve itt. Persze, persze. Hát arról nem. És nekik ez lesz az aranykor, mert hogy mekkorát buliztam a szabadkikötőben. Akkora élmény volt. Hát azért mondtam, hogy egyébként, ja, hogy így is lehet tekinteni. Hogy neked miért az. Hát csak, hogy ugye az aranykor, ami számomra itt Pécsen aranykor volt, az nem, mondjuk nem teljesen, de félig meddig egybeesik pont azzal az aranykorral, amiről ugye a Kömlődiék is írnak a könyvükben, a Páncél Gáborral, ami a 90-es évek, ami tényleg az elektronikus zene gyakorlatilag akkor bontakozott ki, és alakultak ki ezek a legmeghatározóbb. De a csomó nagy néhány nevet itt föl lehetne sorolni, aki akkor jelent meg, és lettek albumok, nem tudom, amiket azóta hallgatok, és valahogy azt érzem, hogy persze, még egyszer mondom, később is, a későbbi évtizedekben is egy csomó jó új zene jelent meg irányzattal, de valahogy mégis az évtized, az a 90-es évek, meg még utána a 2000-es évek eleje, az, ami nekem így az elektronikus zenében, ami így a top. És nem tudom, tehát hogy azok az előadók is egyébként, akik akkor megcsinálták ezeket az albumokat, meg zenéket, mint hogyha később már nem tudták volna azt a nívót nyújtani. Nekem van egy ilyen tapasztalatom, hogy akkor voltak a csúcson. Hát majd most kíváncsi leszek, mert ugye március közepén majd el fogok menni LTJ Bukemre. Ja. Pesten. Egyébként voltam, most ez már nem ehhez a témához tartozik, de mindegy, azért elmondom. 2015-ben voltam az akváriumban, ez is az akváriumban lesz, és akkor is Bukem volt, és én akkor hallottam őt először így élőben zenélni, akkor szenzációsan mixelt, tehát én még akkor drum and bass-t mixelve életemben ilyen fergetegesen nem hallottam élőben. Tehát, hogy élőben mixelt a Bukem nagyon jó zenéket, és rohadt jól, tehát, hogy ilyen iszonyú, nagyon-nagyon élveztem. És bízom benne, hogy ez is hasonló. Igazából most jutott eszembe, minden meg kivágott. Igen? Hogy nem is az LTG Buke volt a sörházban. Ki volt? Ki de azt nem az adásban ki mondtad. Nem, de most jutott eszembe, hogy te őről beszéltél. Igen. Tudom. Nem, várjál, ki volt az a... Volt még egy nagyon nagy ilyen drum and bass DJ. Hát várjál, akkor Iban olyan... Mire ki lehetett? Goldi? Nem, biztos, hogy nem. Pont most voltam kérdező VHK koncerten, az A38-ban. Igen. Egy haverommal. Igen. És utána a Goldi lépett föl. A VHK azt után tudom, egy órával. Azt jó, tudom. Ez csak most érdekesség. Tehát így hívják ezeket az régi arcok, azok tudom. Még mindig tudnak hapni. Hát a Edem Fülem is mondom, volt hogy rosszak, tavaly. Meg Sasa is. Na, de hogy... Ki volt? De egyébként az a vicces, hogy... Bass az a német. Igen. Már most a Sasát mondtad, és aha. Ugyanazon el, Bass Space Sasát. Igen. Na, ő volt egyszer Sörházban, aha. Ez egy érdekes Pécsen. Nem, én meg ott kevertem egy dologgal, mert én meg ezt a Jankó Matyival beszéltük, hogy én meg a Sörházban, ami kicsit ilyen drum and bass-es jellegű volt akkoriban, a Marcel, azon voltam. Az egy magyar csávó. Nagyon jó, én nagyon szeretem a zenéjét. Ő is hát ebben. Van sok minden. Igen, de egyébként érdekes, hogy a magyar elektronikus zenét sem ismerem annyira nagyon, ami most van. Egy-két előadótól eltekintve, és ott is azt érzem, hogy ott is a 90-es évek
vége, 2000-es évek eleje volt egy olyan időszak, amikor tényleg megjelent a Yonderboy, meg a Jaguar, meg a Neo, meg az Anima, az meg kicsit korábban már, és hogy ezek ilyen nagyon nagy nevek, és hogy azok is akkor csinálták szerintem a legjobb lemezeiket. Uh-huh. Na mindegy, ez már csak egy ilyen kis utólagos megjegyzés. Ja, akkor te tulajdonképpen ilyen pozitívan látod azt is, ami most van, meg azt is, ami jöhet. Persze. Uh-huh. Most is kiépült az egész elektronikus zenei szubkultúra itt Pécsett, tehát hogy vannak szervező csapatok, különböző stílusok külön választhatók egymástól. Aha, tehát aha. Ez létezik ugyanúgy. Uh-huh. Most nem tudom most, hogy mi miatt tegyek különbséget, tehát hogy lehetnének szempontok, de lehet, hogy azok már ilyen érzelmi, meg szubjektív szempontok. De azt mondtad te is, hogy azért... Most lehet, hogy nagyon objektíven próbálom, mert te tudom, hogy próbálsz belemenni ilyen érzelmi dolgokba. Én meg egy kicsit ilyen hidegen mentem végig az egészen. Nem baj ez. Ahogy észrevetted, de hogy így ki is maradt emiatt sok minden, vagy lexikálisan. Hogy más minden, sorozatban, hogy más, A, B, C, D, és akkor így, ekkor ez történt, akkor az történt, akkor ez történt. Én így próbáltam, de... Uh-huh. Hát jó, így írtam le. Most mit lehet egy papírtól? Volt egy ilyen, hogy próbáltam fölidézni múltat. Jó, hát ez akkor is a fejemből jött az egész, tehát hogy... Jó. De nem baj, hát persze. Mert így el lehetne beszélgetni 20 órán keresztül. Persze. Kiemeljünk ilyen dolgokat. Hát figyelj, Krisztián, akkor szerintem... Na, hogy... Ja, fejezzük be? Hát nem, jó, hogy volna valamilyen... Nem, azon gondolkodtam, hogy egy ilyen utolsó kérdésnek még úgy mit tegyek föl. Még gondolkodtam olyanokon, ja, de hát ez meg megint olyan, ja, te, hogy ilyen nagyon szubjektíven akartál belemenni, hogy mit érzek. Hát a te saját élményeid. Ja, próbáltam beszélni általán, vagy erre gondoltam még így beszélni, hogy mi is ez az egész. De nem baj. Elektronikus zenei kultúra, vagy miért jönnek az emberek partikra, vagy milyennek a pszichológiai háttere. Akár ilyen spirituális háttere, hogy van ez egésznek, de hát az egy jó kérdés. Mindegy, ez más téma. Ebben majd egy következő podcastben belemeltünk. Érdekes, hogy ennyi idő alatt nem lehet ebbe beleférni. Én persze. Nem is értem. A lényeg az, hogy tök jó szerintem, amiket elmondtál, és ez most más, hogy alakult ez a mostani beszélgetés, mint az előző kettő, de ez tök normális. És én örülök, hogy megcsináltuk. Ja, de szerintem ők se hajnározták, nem? Ezt a korszakot. Kik? Hát a többiek, akik beszéltek róla. Hát meghallgattad a múltkori beszélgetésünket. Ja, de én nem tudom, annyira nem lesz. Én ne, hát ott azért főleg... Úristen, még... most dől le az aranykor. Nem, mert ők azért egyértelműen, ott mindannyian abszolút... Konkrétan beszélgettünk arról, hogy milyen szerencsésnek érezzük magunkat, hogy akkor voltunk 20 évesek, és hogy én egyébként ezt fönntartom most, és én örülök, hogy akkor voltam 20 éves, és nem most. Mm-hmm. Én, és itt nem csak erről az elektronikus zenei szubkultúráról van szó természetesen, hanem sok minden más. De hogy a világot más. Az egész világ, ami akkor volt, nekem az sokkal... De most ebben nem együk ebbe az irányba. Nekem sokkal jobban tetszett, és örülök, hogy akkor voltam 20 éves, és örülök egyébként annak is, hogy nem 20 évvel azelőtt voltam 20 éves, mert akkor nem hiszem, hogy... Tehát, ja, 20 éve előtte? Igen, tehát hogy mondjuk nem a 80-as években voltam 20 éves, mert tényleg... akkor a 2000-es évek legelején, amik voltak elektronikus zenék, azok a mai napig nagy kedvenceim, a mai napig hallgatom őket, és tökrülök, hogy amikor én fiatal voltam, ilyen 20 éves, hogy akkor jöttek be ezek a zenék, és hogy tökrülök volt ezt akkor a korban, abban a korban megélni. Ja. Ja, de hát ez van, hogy más ember meg lehet, hogy aki 60-as években megérte a Beatles korszakot, Beat korszakot, meg sorolhatnám. Persze. Azt mondja, hogy jaj, de szerencsésnek érzem magam, de ez volt. Persze, és nyilván. És most tehetünk különbséget, hogy melyiknek volt jobb a techno korszakot megélőnek, vagy a Beat korszakot. Nem, én ezt nem is így mondom, de mondjuk... Várjál,
De érdekes, hogy ilyenek belőszek. Tehát, hogy amiatt, hogy elgondolkodtató, hogy ki hogy gondolja. Szerintem, hogy lehet, hogy kötődik a fiatalság, a nyitottsághoz is valamennyire. Lehet, hogy az ember idő után így be. Az biztos, figyelj, az biztosan el tudom neked mondani, hogyha mondjuk a 70-es... Meg a nosztalgia fontos, a nekem 60, is. Hogyha a 60-as, 70-es években vagyok, 20 éves mondjuk, az biztos, hogy nem lennék elégedetlen. Mert egyébként azt zeneileg, ugye az nem elektronikus zene, de azt a korszakot is szeretem, meg azt a világszellemet, vagy nem tudom, korszellemet, ami akkor volt a 60-as, 70-es években, Beatles, Doors, Pink Floyd, stb. Hogyha akkor lettem volna fiatalának, is örültem volna. De ez így, hogy így később születtem, és így alakult, ez így tök jó, hogy pont így jött ki, hogy így a 2000-es években lettem, mit tudom én, 20-21-22 éves. Ja. Na. És akkor megérted ezt a igen. Elektronikus zenei kibonta, vagy a... Hát igen, mert egyébként szerintem, amúgy ez az utolsó mondatot, szerintem a, ugye volt ez a 68, és ez a szexuális forradalom, meg ugye zenében is ez megnyilvánult valamilyen szinten. Utána szerintem a következő, és azt hiszem erről írnak is a Kömlődiek is a könyvükben, az elektronikus zenés könyvben, hogy utána a következő ilyen nagy forradalmi, a zenében ilyen új forradalmi korszak, az az elektronikus zenés korszak volt a 90-es évekkel kezdődően. És tökre jó érzés, hogy én meg akkor ebben benne lehettem ebben a forradalmi. Persze, egyébként teljesen jó. Ezzel egyetértek én is. Ja. Úgyhogy... Ez így mindenhol volt valahogy így, úgy, amúgy, itt, ott, amott. Igen. Úgyhogy... Milyen szép zárás ez a mondat. Igen. Itt, ott, köszönöm, amúgy, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és hogy beszélgettél. Erről még annyit lehetne, de... És megosztottad a gondolatot. Figyelj, ja, egyébként ezt még folytathatjuk bármikor, mert ugye ez YouTube-ra megy föl, bármikor persze, csinálhatunk simán, folytatás, simán. Bármikor lehet második rész, harmadik rész. Elmondjuk a pszichológiai hátterét. Ha jön egy új ötlet, hogy csináljuk meg egy adást. Igen, ezekről. De ja, tényleg, csináljuk meg. Én most szerintem a mai beszélgetésből, amit lehetett ki, azt kihoztunk. Ja, nem lett rossz. Szerintem sem. Úgyhogy én megköszönöm mindenkinek, aki ezt végighallgatta. És reményeim szerint Murányi Zolival fog folytatódni a sorozat következő epizódja. Én pedig megyek márciusban LTJ Bukemre. Krisztián, neked a következő bulid az mi lesz? Fú, nem tudom. Nem egyelőre bizonytalan. De örülök ennek a BPM fesztiválnak, amit meséltem. A BPM fesztivál. Egy különlegesség, a Made in Pécs fesztivál is egy különlegesség, ami évek óta megy Pécset. Most egy kicsit megint hosszabb leszek. 9 éve megy. És ez egy hasonló elektronikus zenei szempontból Pécsett, egy különleges két nap lesz, több helyszínnel, különböző stílusokban, két napig belvárosban. Talán ilyen Budapesten sincs. Jó, ott nincs is szükség rá, ott nagyon szét van. Minden nap van buli. Persze, hát ez az. Mikor lesz ez a BPM fesztivál? De az, hogy egyszerre egy fesztivál. Ja, igazából jó, azért most... Mikor lesz ez a buli, Krisztián? Ez a fesztivál. Április 19-20. Akkor lesz a születésnapom, 21. Azt a... Ja. Na látod, most pont lecsúsztál róla. Hát, lehet... Egy nappal. Azt lehet egy nappal előtt a bulit. Jó, csak úgy is kérdez. Igen. Na, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Elköszönünk a kedves hallgatóktól. Örülünk, hogy vagytok. Meg sziasztok. Mi is vagyunk. Sziasztok! És sziasztok! Minden jót! Ciao! Puszi! Hallgassatok sok jó zenét! Namaste! Oh.